Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hát remélem jól hallani és látni. Voltak technikai gondjai, meg hát jött egy Windows update, ami mindig rejt magában egy kis, hát hogy mondjam, izgalmakat. De hát mindegy, itt vagyunk, megpróbálunk játszani. Mai nap ismét ilyen tikértétek rovat, bár ez inkább csak ilyen félig meddig. Hát hand showdownozni fogunk. Lövöldözős játékok mindig is jól mentek, szerintem ez is remekül fog menni. Nem, amúgy. Nem egyedül fogok játszani, nyilván multiplayer gameről van szó, hanem veletek nézőkkel, illetve néhányatokkal a nézők közül. Első körben nincs a Rákunnal, aztán majd elvileg jön Para is, de hát ezt majd meglátjuk, reméljük előbb-utóbb azért ő is ideér. Na. Akkor én beköszönök itt Discordon, elvileg már itt van Ninja Raccoon. Haló, hallasz ugye? Haló, haló, igen. Oké, és rendben van. Jó, hát akkor elvileg itt van a game is. Mindjárt nézzük. Jó, közben nézem a chatet, Para írja, hogy jó hallani és látni is. Köszönöm, örülök neki. Rendben van. Na, elvileg itt van a game. És akkor én el is indítom. Ha esetleg hangos vagy halk, vagy bármi ilyesmi van, akkor szóljatok. Hát reméljük rendben lesz. Beszéljek hozzám, mert lámpalázas, jó. Na, akkor kedves Ninja Raccoon, mondod nekem, hogy mit kell csinálni? Mert most ilyen tréningben vagyok. Másoknak is szerintem küldök egy invet, kezdjük ott. Aha. És ezt én itt tudom... Állítólag látod valahol. Steamen. Hát, akceptáltam elvileg. Legalábbis. Elvéletileg. Időn belül biztos sikerül is. Jó, nyomok egy ilyet, hogy skip training, gondolom ez most nem fog kelleni. Oké, itt kéri, hogy válasszam ki a region-t. Hát gondolom Europe. Már itt is vagy. Europe, másodlagosnak meg Russia szoktuk. Másodlagosnak mit? Russia. Orosz. Russia. Hűha. Közel aránylag. Hű, itt most nagyon sok mindent kérdez tőlem. Arra segítsél. Én nem látom. Mindjárt húzítom. Csak a chat van itt berakva. Bounty Hunt, jó. Jó. Hello, sheriff. Oké, jó, kicsit halkítok a játékon, mert nekem legalábbis kurva hangos. Már bocsánat. A zene mindenképp. Hát effekt, kommunikáció. Igen, a... Vigyázzál, hogy nagyon ne vedd le. A effekt marad is, csak a zenét veszem le most itt, úgyis csak a menübe van. Csak mert alig hallak téged. Majd jön, hogy jön a chatbe, hogy mindjárt, hogy halk vagy. Na jó, rendben van. Oké. Na itt vagyok, elvileg ez a fő menü. Igen. Jó. És már van egy hunterod is. Ahogy látom. Hát, én hiszek neked. 66-os rank vagy, látom. Az jó para? Tőled kérdezem. Hát, mert nyilván... Ez a 1 és 66, tehát a 166, de igen. Ja, ó, oké. Jó, na hát akkor akár kezdhetjük is, és akkor majd közben mondod, hogy mit kell csinálni. Jó, legyen így. Akkor elsőnek is rádézni kell. Akkor keresünk egy meccset, ha minden igaz. És Európára lökött minket első körbe. Az... Sokkal jobb. Aha. Mint az orosz. Gondolom közelebb van, jobb a ping. Megjött Para hallgatózni. Discordra. Aha.
Csak hogy ha a stream nem lenne elég. Jó, amúgy néztem én ezt a játékot, hát tavaly. Még amikor ilyen alfa vagy nagyon béta volt. Hát jó mókának tűnt, bár alapvetően én azóta nem nagyon néztem. Meglátjuk. Tényleg itt egy-két tréninget csináltam, meg ilyesmi. Sheriff közben, az orosz szerverek mindig a legjobbak. Főleg Csébe, ugye? Sok-sok orosz. Itt van, be fit gaming-elni. Jól tettem. Hello, param. Anyos ping van orosz szerveren? Hát ez egy jó kérdés. Amúgy annyira nem sok azért, szerintem egy olyan 60 körül szokott ott lenni. Van jó felül a ping, amúgy. Hát nekem most jelenleg ugye európai van 40, nekem legalábbis. Hát nekem valamiért 57, de ennek sok oka lehet, hát, hogy miért. Nem szokott sose alacsony ping lenni. Nem kell ilyen 20-ra vágyni. És akkor itt nem hány játékos? Szokott, de 3 lehet maximum. Vagyis mármint, hogy ellenünk vagy? Hát igen. Hát 12 ember lök be egy meccsbe állítólag. Most mi ugye ketten vagyunk, tehát még 10 lehetnek maximum. De ez a maximum, lehet, hogy csak 6-an vannak. Aha, értem. Ó, de jó. De azt a szomszédba hátfelújítás. Induljunk magára szerintem, én azt javaslom. Ugye E-betűvel tudsz bemenni a Dark Side-ba. Aha. És akkor látom ezt, hogy hol vannak a nyomok. Én ilyen nagyobb annál közele van. Úgyhogy most erre érdemes jönni, mert az itt van. Csabi. Igen. Te mondtad Renátonak, hogy hozzon ki? Én nem. Jó, mert alapból szólni akartam neki, de alapból úgy jött a Hunter. Megnéztem azért, hogy milyen setupot kapott. Nem rossz. Ja, mert kellene kés is. Hát, hát ez nem árt, mert... A zombik az azt kell. Most. Ugye vannak különféle dolgok, itt mi volt? Kisbasör volt arra. Például az olyannak nem érdemes neki menni. Görgővel tudsz tegelni amúgy. Aha. Hát azt adni kell, ő nem lát, csak hal. Tehát mellette el lehet sunnyogni, csak... Vannak ilyen kis piócái. Azok, hogyha megcsípnek, utána neked fog menni. Uh-huh. Ennek itt oldalt kell lőni a fejét. Akkor pusztul meg. Mert ilyen hive-ot küld rád. Hát minden ilyen szörnynek megvan a maga gyengéje. Például az ilyen grantok csak egy kés ütésből meg is halnak. Azért fontos a kés, mert ugye ez halk. Meglátjuk Renátó, hogy milyen gyorsan tudsz tanulni. Na Csabi, ez gyorsan szokta mondani a dolgokat. És akkor menjünk föl, mert fönt van. Itt van a clue valahol fent. Aha. Például ez a harmadat is készülhet, és hal meg leginkább. Három nagy készúrás. Nem tudom, hogy Gunslinger vagy Hunter-t választottál. Én nekem a Hunter... Ha jobb klikkel, akkor nem scope-ol be, ugye? Csak így... Így... Hát... Nézd meg opcionsbe. Hát ilyen Iron Sight. Hogy? Szerintem Gunslinger van. Nézd meg optionsbe. Szerintem egy dolog a game-nél ott lesz. Van pénz. Hunter. Legalábbis én úgy látom. Tehát, hogy ha Hunter van, akkor ugye lenyomod a jobb klikket, akkor csak így félig scope-ol, utána shift-el tudsz teljesen beszkópolni. Nem, ez beszkópol teljesen. Akkor az Gunslinger viszont. Uh-huh. Lehet. Egy pillanat rájunk már meg, csak bocsi, csak kis technikai gondjaim vannak. Lehet, hogy ugye azért, mert toggle-en van. Ez ADS. Az is lehet. Bár... Ám, akkor se kéne.
Nem hallatszik be a forrás ilyesmi? Nem. Kolnyom. Jó, na itt vagyok, bocsicsek. Kicsit cuttingatni kellett. Jó, na akkor megvan az első clue, és akkor a... leszűkült a map. Így van, így van. Hát szerencsére felénk, tehát... nekünk csak jó, itt van ebben pénz, ebből ki tudsz szenni pénzt. Ez fontos, a pénz az mindig fontos. Aha. És ugye elbetűvel meg tudjuk nézni, hogy hova érdemes most menni. Hát valószínűleg arra. Ez tűnik legközelebbinek. Azért kérdeztem ezt a Gunslinger vs Hunter-t, mert egy kicsit máshogy működik a kettő. Célzásba és kombatba. És annak nem tudom, hogy van a mélie. Tehát nekem régen is ez volt, ugye bétában csak ez az egy volt a Hunter. Hát V-vel van csak. Én is csak azt használom. V-vel van. De hogy... mert nekem például V-vel nincs ugye, hanem előveszem a kést és ugyanúgy charge-olom. Nekem van V-vel. Hát igen, igen. Akkor ez a Gunslinger, akkor ezek szerint. Igen, igen. Jó, 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 jó. Masteros. Már például úgy játszik. Úgy kezdte, úgy szokta meg. Kinek? Nekünk még nem volt választásunk annól. Nekünk még nem. Csak ez az egy volt, mi így megszoktuk. Teljesen megfelel. Közben, hogyha gondolod, Renát, elmondom a nemi fajtákat, ezeket a szörnyeket. Aha, hát mondom, az Easy meg a Medium tutoriát megcsináltam. Hát a legtöbb ilyen tipegő akármi volt. Az Easy-be csak fegyver nélkül grantok vannak. Igen. Amúgy nem lagol a hangom. Nem, nem lagolsz. Köszönöm. Mediumban pedig egy armored került még be csak. Uh-huh. Három nagy készúrással tudod leginkább. Megvan. Ó, van szerpente. Igen, itt ugye figyelni kell a hangra. Játékba, hogy főleg lopakodni, hogyha úgy van. Meg kell találni azt a balanszt, hogy mikor érdemes jobban futni, meg mikor kell inkább lopakodni. Igen, mert az se jó, mindig lopakodsz. Mert akkor könnyű target vagy ugye. Ha valaki figyel, tehát, hogyha folyton Google-ba mész, akkor... nagyon könnyen el tudnak lőni, mert alig hallatsz. Hát meg sose érsz oda a clue-hoz. Csabik, és már mondjuk ugrás közben is lőtték már fejbe. Jó. Hát itt is gondolom vannak... is. Gondolom itt is vannak ilyen ügyes játékosok. Már meg is van a három. Az unfair, ügyesek, annyira még nem találkoztam velük. Hát mindenképp meglehető van, igen. Akkor itt ne nagyon lövöldözzünk, vagy... a high volt nem például, azt nem tudom lelőni, de... az a fő mindenképp. Hát igen, nem érdemes magad nagyon ellőni. Mert a mapnak igazából bármely pontjából meghallják. Főleg most, hogy csak egy target van, szokott néha több lenni, most csak egy pók van, az bal felül látod. Nekünk ugye már van a három clue, mi tudjuk hol van, valószínűleg nem mi vagyunk az egyetlenek, akik tudják hol van. Már lehet lesznek ott. Figyelni kell, ez ilyen madarakkal, többek között. Ha közel megyünk, akkor így elrepülnek és hát elég hangos, ráadásul mindig olyan irányba repülnek el. Hogy el tőle távol, hogy lássák, hogy merre haladunk is. Most a minával is okosan kell bánni, mert például most nekem nincs. És akkor nem tudok oh, értem. Most lent mutasd ilyen stamina csíkot ütésnek. Ah, az a sárga ott lent, igen, igen. Igen, igen, igen. Például most lőnek meg. De honnan? Hát nem ránk. De hátulról lőttek. Aha. Lehet nem ránk, de elég közel. Ah, de ha, itt fog. Szalad a fickó. Kapta. De akkor ezek humán de playerek, de ugye? Igen, egyik halt. Kapta a herét, másik ott monszlott mögött. Jaj, ott. Ó, én is haltam. Hűha. Megkaptam a herét. Basszus.
Igen, itt volt az első hunterök, akikkel találkoztunk. Aha, aha. Jó. És akkor ilyenkor... következő game, ugye? Hát igen. Itt nincs jó. Mit tenni ilyenkor már. És ugye most ő fel tudja szedni a társát. Annyi lesz neki a baj, ugye, hogy egy élet chunkot elveszít. Hát, hogyha meghaltál volna, vagy hát ugye most én meghaltam, felszedsz. Például lelőtted volna a gyereket, felszedsz, nekem egy csíkkal kevesebb. Tehát azt is figyelni kell, hogy a Huntornek hogy van a HP-ja. Lehet egy nagy csíkja, abból lehet három, lehet olyat, hogy két nagy és két kicsi, meg lehet olyat, hogy egy nagy és négy kicsi. Értem. Úgy van, hogy a legelső csánk az mindig nagy. Így van. Most neked például nem vesződött el a Hunter, mert még rank 10 alatt vagy, viszont az enyém az meghalt, tehát azzal már nem tud játszani, kivel volt. Ó. Oh. És... értem, aha. A rosternél tudsz recruitolni. Minden egyes meccs után van egy free reshuffle. És ott kapsz 4 Huntert, akik közül válaszhatsz. Eleinte még olcsók, mindig van egy free, az első az mindig free. Aztán később, ahogy haladunk, úgy kap TR2-es, TR3-as Hunteröket. Azok már drágábbak. Például most nekem van itt egy TR3, 1145 nyerőgön. Igazából pénzt annyira nem nehéz szerezni. Nekünk nem szokott vele baj lenni, hogy nincs pénz. Ah, értem, értem. És akkor itt van felszerelés, tudok választani fegyvert. Így van. És hát ez anno még hogy... egyszerű volt jelentősen. Mármint, hogy nem volt ennyi minden, amit itt lehetett... talán. Mondjuk akkor biztos nagyon régen néztem. Hát ugye fontos, hogy milyen az életcsíkja, mint mondtam. Milyen felszerelései vannak. Trétjei. Ugye ezek ilyen képességek, úgymond. Például a pitcher az, hogy távolabbra dob egy throwable dolgot, az hasznos tud lenni. De ugye le tudjuk cserélni a cuccait, tehát egy store az ugyanúgy van. Csak ugye a Hunternek lehetnek olyan dolgai, amit még a te rankod nem tud. Például most lehet neked van olyan Hunter, amihez egy rank 5-ös fegyvere van, de még rank 2-es vagy, amit nem tudnál amúgy megvenni. Az világos, világos. Ha, jó, jó, jó. Jó, hát nyomasszuk. Aztán majd, hát ha sikerül egyszer leszedni a pókot. És csak pók van egyébként, vagy... Nem, három fajta kontrakt aha. van. Van egy assassin, egy butcher és spider. Megmaradt a késem, minden megmarad ugye, nem halljuk meg. És... randomra mentünk most. Tehát mi mindig randomozni szoktunk. Van, hogy kettőt ad, van, hogy egyet. Egy meccsen belül. És ha kapunk. Kettőt ad, akkor mindkettőt föl lehet, vagy föl kell szedni? Föl lehet, nem kell. De egyet, nem egy, kell. Egyel is ki tudsz menni. Muszáj, ki tudsz menni, akkor is nem használ egyet sem. Tehát olyat is lehet, hogy eljössz, fájtolsz egyet, megnyered, de lemegy a HP-d, mert sokszor leszedtek, a társad mindig felszedett. Inkább nem mész rá a bontira, hanem kimész. Csinálhatsz ilyet. Nem muszáj, egyből ki is tudnánk menni, hogy nem csinálunk semmit. Leszponnolunk, aztán kimegyünk. Nyilván annak nem sok értelme lenne, de meg lehet. Hát igen. Igazából az csak több XP, aztán annyi. Igen, igen. Értem, oké is. Ja, és ugye mondta Csabi, hogy ugye elvesződik a legutolsó csánkot, hogyha meghalsz. Ugyanígy el tud vesződni, hogyha például felgyulladsz, és leég a egyik csánkod, akkor ugye azt elveszíted. Úgy, mint hogyha meghalnál. És tudnak ilyet is csinálni, hogy megölnek. Rádobnak például egy firebombot. És ugye, ameddig lenne még az egész, addig még fel tudnak szedni, utána már nem. Uh-huh. Addigra már teljesen meghalsz. Tehát, ha csak félig égek meg, akkor az még jó. Az se jó, de jó, jobb, mint hogy teljesen. Jó, jó, de igen. Nem jó, de nem tragikus, értem. Így van. Jó. Na például most kettő van, most van egy assassin és egy pop. És ugye olyan felosztásban lehetnek, hogy vagy 100-100 pontot érnek, alias bounty, vagy 125-75. Most például az utóbbi van. De ez látszódik a mapon is, hogy melyik mekkora területet tesz ki.
az Assassin csak a jobb felső sarokban van egy kis területje. Ez nem ér olyan sokat, de az se rossz. Visszatérve az enemikre, az egy fontos dolog, hogy van egy olyan enemy típus, hogy immolátor. Az egész modell így ég. Egy ilyen égőtest. Aztán az a vigyázni kell, mert bármi, ami úgymond kiszakítja a bőrét, attól felgyullad teljesen. Tehát így olyan, mint hogyha felrobbannak. És még az attack speedje is felment. Ja. A sima speedje is, meg az attack speedje is felment. És azt inkább ilyen blunt mélivel kell ütni, tehát a puskatussal. Aha. Ha késsel ütöd, vagy belelősz, akkor az felrobban. Tehát azt, ha ilyennel találkozunk, akkor... Aha, tehát ha ilyennel találkozunk, akkor nekem kell oda menni, azt leszedni. Nem tudom előni a hive-ot, de nem baj. Majd meghal. Tehát akkor például nem talonos fegyvered van, akkor tussal üthetsz. Mondjuk nekem most pont az van. Tehát én most csak így ilyen kicsit kell tudnám ütni, vagy nem tudom, már semmim nincs. Vagy viszel boxer. Hát ellen a boxer a legjobb, igen. Ja, hogy olyan is van. Arra is figyelni kell. Igen, az már. Na, csak akkor töltedik vissza, hogyha simán sétálsz, nem sprintelsz. A sprint olyan, hogy ugye egy ideig full speedig megy, utána már kicsit belassul maga a sprint. Enemy típusokkal belül. Még van a Water Devil. Honnan? Nem tudom, szemből valami rész felől. Ah, látom. Itt van bent a... Bent is van egy, meg kint is. Kapott egyet? Ah, basszus. Próbálja-e felszenni? Hát, az a baj, igen. Hogy... Néznek. Másik nem tudom, hova lett viszont. Itt is volt egy, az elme. Kapja. Aha, másik már oldalba. Honnan? Ó, bassza meg. Úgy figyelek. Ó. Ezt így bekerítenek. Szóval lett. Ó, oh. Valahol megbújt. Falnak a sarkán volt. Van kill view amúgy. Tehát mikor tényleg nem tudod honnan lőnek le, akkor hasznos tud lenni. Ah, látom, látom. Hát, bele kell rázódni ebbe is. Bele feltétlen, persze, lövésekbe. Hát, amúgy sok lövés nem kell ilyen... Ilyen... Két lövéssel már... Főleg a fejbe, igen. Fejbe sokszor egy lövésből leszednek.
Hát akkor nagyon kell figyelni. Csak azt annyira nem érzi meg az ember. Jobban megjegyzi, mikor őt szedik le. Ja. Meg hát gondolom hárman egyszerűbb is, valamennyivel. Hát, attól függ, mert ugye a zenemik is hárman lesznek úgy. Hát azért mondom, hogy egyszerűbb hárman, mint ketten a három ellen. Hát igen. Hát úgy igen, persze. Most ők se lehetnek hárman. Na most ki van szedve, hogy ne legyenek hármas csapatok. Ja. Jaj, lehet ilyet, most az jó. Solo és duo vannak. Amikor bejött az 1.0, és ezzel együtt a hármas csapatok, akkor még ilyen nem volt. Tehát, hogyha szólózni akartál, akkor vagy mentél quick playezni, ami egy kicsit felturbózott Bounty Hunt, vagy tényleg mentetek ketten, aztán három ellen. Hát, és úgy játszottunk. Mentünk ketten, mindig hármas enemiket kaptunk. És arra azért kezdtük el szüneteltetni a játékot. Igen. Hiába vettük meg őket 8-szor, egymást ugye felszedték mindig. Aha. Jó, most már látom, hogy kell tegelni. Oké. Dupla teggel pedig nem is tegel. Tehát amúgy belegondolok, kicsit komplex játék, viszont szerintem tanulható. Elég jó. Tehát én azt jelenem, hogy eleinte magát az ilyen környezetet, hogy mi, hogy hallatszódik, ilyesmi tapasztalnom ki. Majd utána ez, hogy mit, hogy kéne lőni. Aha. Hát igen, az, hogy vannak humán playerek, azok meg még bonyolítják a helyzetet. Hát azok nélkül igazából amúgy könnyű lenne. Ja, tehát ugye megcsináltuk a izét, a nem triál, hanem ez a training cuccot. Uh-huh. Ugye azt a hármat, amit te is csináltál, azt mondom kettőt belőle. Uh-huh. Na hát ez úgy teljesen easy volt, hogy semmi hunter nem volt. Én egyedül féltem. Egyedül ijesztő ez a hely. Hát igen. Hát ho, ilyen félig meddig... Félig meddig horror game. Tényleg nagyon... Nagyon könnyű lenne. Mert igazából mindennek megvan a maga gyengeje, és azt tudjuk akkor... Nem jelent semmi kihívás végül is. Hát lehet nem megyek rá, mert drótos. Menjünk tovább. Van ilyen drótos armordod, meg ugye, hogyha ütögeted, akkor ilyen bleeding damage van. Nem sok választásunk van. Valamint nagyon... Kesvés vele. Nagyon mérges itt valami. Jó tempót mész. Megválok. Mindig is. Hát, hogy kell ott a vécsben, van egy ilyen kis
Hát nem is tudom mi az csobogás. Belemész a vízbe, az rád jön. És elég nagy sötésre van. Igen, azt akartam mondani, csak én lőttek rátokat. Nem érünk nagyon bele a vízbe. Azt is de... le lehet lőni, de ugye abba kell rendesen lőni, az meg hangos. De hogyha meglövöd, akkor elszalad. Igen. Tehetjük, nem hangoskodunk. Most muszáj volt. Jó. Nem volt. Hát igen, azt gondolom közelről nem lehet. Vagy lehet azt is? Le lehet szúrni. Igaz, akkor ő is bepoisonál, de... Még a hive-ot? Aha. Ja, de hát az, hogyha rászaladsz és leszórod, akkor tényleg csak annyi ideig poisonál, hogy... Igen, hogy az semmi. Semmi. Meg értem. Van egy olyan szuri, hogy antidote shot. Az, hogyha benyomod, akkor 30 percig nem poisonál semmi. Ez elég jó szuk. Vannak hasznos eszközök, meg ilyen dolgok. Meg ugye van egy csomó trap is. Alapból a mappon is megható is. Ja, van egy medvecsapda izény, a mappon alapból. Vannak ilyen piros példák, abba vagy... Ilyen felszedhető dolgok. Ja. Medvecsapda van, vagy pedig lámpás. Ugye a lámpást azt fel lehet venni, és ha eldobod, akkor olyan, mint valami molotov. Ja, igen, ezt tudom, arra emlékszem. Na, ja, megvan a... Az adagatnak. Lehet hozni fel trappeket. Csak stamina. Leszedtek valaki. Az nem jó. Honnan vajon? Fogalmam sincs. Gondolom esély felől, vagy es felől inkább. Már amúgy... Á, nem! Hogy jönnek? Próbáljunk csak visszajönni. Be. Megint leszettek. Ennek a játéknak, hogy oldalról fejbe lőne. Így ki is értem a sorsom. Látnám kéne. És igen, át tudtam lőni a fán is. Tehát... Az sem szerencsés dolog. Igen, ez pedig a másik, hogy ugye minden fegyvernek megvan az, hogy milyen kaliberű. Tehát ilyen small, ammo, medium, long. Ilyesmi kell benne. És ugye minél nagyobb az ammo, annál nagyobb a penetration-je is. Tehát jobban átlevő a fát például. Ez jó, ez jó. Ki is gyújtottak téged? Most értelésre kéne fognom. A halálomat ott volt, ott volt, ott volt szembe. Hogy ez már közel lesz. Egy hal. Jó, előttek én, nem nézem tovább a szkénet. Tosztikát. Köszi, köszi. Hello. Ajaj. Ki fogok fogyni? Hűha. Azt nagyon elbénáztam. Semmi ilyesmi. Menjünk tovább. Hát igen, érdekes nagyon ez a... Hogy hogyan kell lőni, meg ilyesmi. Teljesen más, mint ilyen Warzone, vagy ilyesmi. Abszolút, abszolút. Főleg így, hogy
ugye én ezzel a Hunterrel játszok, így shift-tel kell ugye célozni, hát én ilyet még nem tapasztaltam. Mondta Paro, hogy neki már volt más játékban régebben. Tehát ugye én régen nem nagyon játszottam FPS-ekkel, meg is látszik mondjuk lövésemből, de hogy így, tényleg így furcsa. De meg lehet szokni amúgy. Aha. Okay, hát para, minek írjak Hydrate botot? Itt vagy mindig. Hát én nekem is jól lesz az alap. Hozunk cache-t. Meg first aid-et, az fontos. Ó, és nézem, hogy van ilyen store is. Ilyen... Ja, hogy ezért a pénzért lehet venni, amit kihozol. Értem, aha. Jó, kezdem érteni. A Legendary, de az a Stokchuskinek. Ugye az meg a másik pénz, a Bloodbound. Az meg gondolom rendes pénzért. Hát lehet venni, persze. De kapunk is amúgy mindig. Meccs végén. Na, látom, van egy kicsi itt nekem. Gyűlik. Én is most ilyen alapabb. Tör rájövök. Hát eddig még nem volt szerencsénk, mindig megtámadtak minket. Hát igen. Hangosak lennénk, nem tudom, pedig annyira nem hangoskodunk szerintem. Aha. Hát mondjuk mindig már közel voltunk a pókhoz, nyilván az, ott már azért össze lehet futni igen, emberekkel. Igen. Tehát az ha halk vagy előbb-utóbb, ott úgyis jön valaki. Akkor is persze. És akkor még egyszer jól értem, legfeljebb 12-en vannak egy mapon. 12 van. Humán. 12 ember. Tehát az 6 vagy 4 csapat akkor. Így van. Uh-huh. Jó. Hát igazából lehet szólózni is, nem tudom, hogy olyat lehetne, hogy több csapat, tehát mindenki szólózik szinte. Vagy akkor is lefoglalja a slotot, mint hogyha duózna. De szerintem akkor nem. Tehát éppen lehet több csapat is, de általában úgy duózni szoktak. És amúgy három fővel talán könnyebb a játék, mivel ugye akkor kevesebb enemy csapat van egyrészt. Másrészt meg általában nem szoktak hárman lenni. Tehát, hogyha van két-három fős team egy játékban, nagyjából annyi. És ugye nyilván ti hárman vagytok, hogyha ketten vannak, akkor az már előny. Igen. Uh-huh. Hát para, áttetjük a multi játékokat másnapra. Igazából most a Witcherrel is úgy vagyok, hogy most ilyen sidequestek jönnek, meg igazából XP formulás. Akkor multizunk kedden vagy csütörtökön. Sebzés is. Jó, nem foglak többet hátba vágni, ígérem. Semmi baj. De ezt nem mondtuk amúgy se. Van teamsebzés. A chatbe írták, hogy van. Sheriff kérdezte. A prog stream közbe? Hát ez úgy lenne jó, hogy... Ó. Ja, hogy te már ott vagy fönt. Próbálkozok itt haladni. Ez úgy lenne jó para egyébként Prokstream közben játszani, hogyha a saját játékunkat, amit írtunk, azt tesztelnénk így. De ez nagyon, nagyon utopisztikus egyelőre. Basszus, itt egy drótos. Én most nagyon elkavarodtam. Nem messze vagy. Jövök én vissza.
Ajaj. Na, ott egy ilyen... Keveredtem. Menjek? Simulátor észrevett. Á, nem kell. Megoldom. Hűha. Igen. Ő sok kell ennek. Négy nagy ütés, ha minden jól megy, akkor... Megfaltam. Jó. Csak az a baj, hogy elfogyott a staminám a végére. Igen, igen. Én is azért mondtam, hogy baj vagyok, mert egyáltalán nem volt és szaladt felém. Mhm. Uh-huh. Viszont már két clue megvan. Most az a jó, hogy van három. Hát ilyen város, vagy minek hívjam. Település, ahol két clue is szokott lenni. Nem kell olyan sokat futni akkor. Egymás mellett volt két clue. Para, most olvasom. Hát igen, ez óvatosan kell akkor. Ó. Oh. Hát... Őt nehéz valakinek kinyírni. Valakinek csalinak kell lenni. Én nagyon úgy érzem, hogy én leszek az. És én addig mit csináljak? Majd fel ezt. Aha. Hűha. Ó, oh, ó. Oh. Nem vagyok bajba. Nem baj, megoldom. Fölszedem. Én is bajba vagyok. Visszament rád. Nem. Bocsi, bocsi, bocsi. Semmi gond. Hát, túlélem. A legjobbak. Tüzet olvasd el magadon. Ja, jó. Igen, az mondjuk fontos. Furcsáltam, hát, hogy miért nem alszik el magától. Magától itt nem alszik el, sose tűz sajnos. Oké. Okay. Ha földön van. Hát életem nem sok van. Megoldjuk akkor valahogy okosba. Mi ez a nagy... Atya ég. Hűha! Fut ez a nagy izé. Hát, tegyük. Igen? Majd csak meghal. Mondom már, hogy fej, lőjük fejbe, de hát... Igen. Nem nagyon van neki. Na megint égek. Ja, mert belementem a tűzbe. Szinte érzem, addig olvas el magam. Közben kifogytam. Szeretnál halni. De már közben felszedted a clue-t, vagy? Igen, igen, igen. Ja, hát rád ment mindkettő, mondom. Le. Én azt hittem nem sikerült felszedni. Mindegy. Ammo oké? Nem, nem, hát... Ja, várjál. Nem shotgun ammo oké, gondolom. Ja, azt nem tudom, jó. Hát rád ment mindkét enemy, gondoltam, addig felszedem a clue-t. Ha már úgyis veled vannak elfoglalva. Igen, igen, ez lesz volna alapból is a terv. Biztos van valahol ammó, itt heal van például, hogyha kell. Tudom. Mhm. Uh-huh. Hogy állsz HP-ból. Még a tűz, azt gondolom, megmart rendesen téged. Aha. És ugye hát most két. Csak a feketéket, a fekete csíkon. Aha. Most két csíkon van. Két nagy. Aha. Hát az a harmadik jövő. Meg azt írja, hogy az már nem is lesz, ugye? Ah, igen. Jó. Hát szerintem... visszakaphatod. Tehát most az asszaszint megöljük, ugye már aha. Azt tudjuk hol van. Hát menni. Nem, menjünk akkor oda. És hogyha megöljük, utána benisáljuk, akkor visszakapod. Mhm. Uh-huh. Meg meccs végén tudod visszavenni, hogyha túlélni a hunttől. Hát neked úgyis túlélni. Hát még nem veszítheted el. Hát igen, akkor nem tudnék mivel jönni. Ilyen vicces lenne. Jó. Jó kis drót. Hát megkötöm magam inkább én is. Veszítsek HP-t.
van esetleg van balra, ezt megnézzük, kis HP-ért, meg heal-ért, vagy mi, a mo-ért, meg... Hát nézzük. Kutyák lehet ránk szaladnak. Azok ellen is a kés a leghatékonyabb. Igazából egy erős készúrásra bele is halnak. Jófele tartunk, jófele tartunk. Jön, jön egy ilyen tüzes. Jó. Madarak valahol. Hallottam. Kicsit távolabb. Ja, hogy, hogy fölrepentek, aha. És akkor csak humán... Az csak Hunter tudja felijeszteni. Aha, aha. És már lőnek is. Ők se túl halkan mennek. Ah, azt kell neki. Igen, már meg is ülték az assassin. Van pár hive itt. Ilyenek az ammo boxok, hílek. Nem tudom, nem biztos találkoztál velük, de hogyha még nem, akkor most látod legalább, hogy mit kell keresni, hogyha... Értem. Ja, és ilyen kis kocsiknál, aha. Ilyen supply pontok, igen. Jó. Mappon. Hát továbbra menjünk? Is megyünk az assassinhoz szerintem, de vigyázni kell, hogy ugye már vannak ott. És akkor azt most ugye fölveszik, és lehet, hogy ki is viszik. Igen. És fontos, hogyha fölveszik, lesz 5 másodpercük, amikor, hogyha Darkside-ba belépnek, látnak minket narancsárga foltként. Tehát, hogy annyira nem fogunk tudni bújkálni. Ah, tehát VH-znak. Hát, magyarul igen. Értem, értem. 5 másodperc VH-juk lesz. Viszont nem biztos, hogy csak egyedül vannak. Mert ugye most a többi team is azért láss ezt a mappon. Kinek nem volt meg a clue, az is. Tehát nekünk már megvolt, mi alapból tudtuk, hogy ide fogunk jönni. De akinek nem volt meg, az is lássa, hogy benne is elnek. Most... De ez ilyen sokáig tart, most nézem. Hát igen. Azért nem olyan lényből megölöd, fogod, viszed. Nyilván hagynak időt, hogy mindenki odaérjen. Az időjárás se kedvez most annyira. Ez a kis köd, ez nem biztos, hogy előny. És ráadásul itt van a kimenekítő is, ahogy látom. Na jó. Csak erre fognak jönni nekik. Aha. Ha valamit nyitogatnak, ablakot. Hallottam. Aha, itt vannak bent. Hoválni valahogy? Itt igen. Csak hol? Azon belül. Ó. Oh. Meg visszalak itt a játékban, amit beleakadtam. Mint már lopakodjunk, ugye? Hát érdemesebb. Úgyis tudják, viszont... hogy itt vagyunk valahol, de... Aha, valami zörögnek. Itt van pont a ben is. Tehát, hogy azt most fogják felszenni valószínűleg fele. És lassan el is indulnak akkor. Hát nekünk is a hajót kéne védeni, az lehet könnyebb lett volna. Most látnak minket, jelenleg nézik a Darkside-ot, tehát már tudják, hogy itt vagyunk. Pontosan, hogy hol. Ami nekünk nem túl jó. Ami pont itt fölöttem tipegnek. Ott ilyen káoszbombot lövöldetek, viszont egyedüli ponti lehet. Tehát egy ember vette fel, lehet, hogy egyedüli.
balra belöttem a káoszt, most megpróbálok itt bejönni. Én nem tudok a... Ja jó, nem tudtam a létrán fölmenni. Ó, labdát rakott. Úgyhogy itt jövök. Itt van. Ah, pont fejbe, egy az egybe telibe. Az igen. Ott jött ki, szaladt ki az ajtó. Kapta. Megint csak kigyújtottak téged. Már nem jó nekem az a tűz. Fel is hílálta magát a srác. Uh-huh. Ahogy hallottam. Letartotta. Elővel beleszaladtam. Jaja. Valószínűleg le is tartotta, én tudta, hogy ott jössz. Nem baj, közel mentünk voltunk. Még. De most már tényleg, most már haladunk. Para meg biztos fogja a fejét. Okés. Na, állokkoltam egy... Hát... Winchestert? Vagy... Ja, lehet, hogy csak a Silencert hozzá. Fű, hát ha én ezt... A store-ba tudom megnézni, vagy hol? Mhm, store-ba. Ott vannak a fegyverek. Van egy olyan, hogy ilyen felkiáltó jelek vannak a Short by Bloodline Rank. Jobb felül. És akkor... Neked ott lesz az elején. Gondolom a harmadik az a Winfield Silence-el. Most feloldott. És a Weapons-nél van. Igen, igen. Aha. És akkor ezt hogy tudom föltenni? Hát Roaster-nél ott a, kiválasztod a Hunter-ödet, ott van, hogy last slot. És ott... Ha rákatintsz ezt a slotra, ott ki tudsz választani új fegyvereket, amik vannak neked, vagy mi fel van orva, amiket meg tudsz venni. Ó, értem, látom most már. Pontos, és ugye, jobb... hogy fegyvert csak kis pisztolya viac, vagy small slotossal. Uh-huh. Olyat lehet, hogy két medium együtt, vagy ugye medium small, de large-ot nem lehet se mediummal, vagy hát meg se large-al nyilván. Hát fölteszem ezt a Silencer-es Winfield-et. Jó. Amúgy az se rossz fegyver, én szerintem a Winfield-ek jók. Ugye az már kezdetben is megvannak. Uh-huh. Meg azt írja, hogy ez 55 pénzbe kerül, ez a legdrágább, akkor biztos ez a legjobb. Jó. Hát nem feltétlen így van, hogy a legdrágább hát, a legjobb. Hát kinek persze, jó. Persze. Jó, na, mehetünk. Én is ezt raktam gyorsan egy Hunter-t. Thank you.
És akkor most csak egy pók van. Ha jól látom. Igen, igen. És a map az mindig ugyanez akkor, ugye? Két map van. Kettő van? Két map van, hát most azból vagyunk az egyiken, hogy és melyik a másik, azt most így nem tudom körbe jönni, de kettő van. Az előbb ezen voltunk, az jó kérdés. De nem. Nem ezen voltunk. De nagyon hasonlít, tehát igazából szinte csak a nevek mások, meg a helyek. De ugye felépítés azért nagyjából hasonlít, hogy hol helyezkednek el úgymond a települések, vagy nem tudom minek nevezhető. Kipróbálom ezt a Winchester-t. Jó. És akkor ezt... ja, és akkor ezt messziről nem hallják egyáltalán, ugye? Nem. Nagyon trompított hangja van. Hát... viszont azt meg fogják hallani. Hát... próbált kerülni a piacákat, mert megcsípnek, akkor... rátszalad. Igen, így. Szalad is. De minden ellenfél elől el lehet futni, gondolom. Hát a tüzes ellen nem. Ez gyorsabb, mint ahogy te sprintel. De a többi elől el lehet, igen. Hűha, bejöttek ezek a bogarak. A live-et így késsel is el tudod. Nyilván lelövöd, az is elhesegeti, de a késsel szurkálod őket, az is. El jó. Lehet hesegetni őket. Ilyen kenelekkel, meg legjobban úti cábán, a felett kilövődött kis lámpát. És akkor így, hát, megégnek. Értem, értem. Na, merre menjünk? MV fele. Haladjunk tovább. Kás. Itt nincs olyan. Hunteröket is lelövöd, ugyanúgy kapsz assistot, vagy nem is tudom. Ugyanúgy beszállít, hogy ilyen. Stamina nem ártana. Néha. Én vágtalak meg? Nem hiszem. Szerintem a szörny. Mi? Ene. Szerintem is jól lesz az. Lapos szűkült. Hát arra szűkült teljesen, úgyhogy valószínűleg arra is lesz ennek fele valamára. Fájni fog, ha leugrom. Hát ez magasan van, nem? Na, elége. Nem baj, majd felhílom. Határeset. Mok egy first aid-et. Szerintem én voltam. Igen, a játékban fontos a környezet is, hogy
Például a crew-k is világítanak pirosan, hogyha van ott még enemy. Mielőtt felszednénk, miután felszedtünk már nem jelez, de mielőtt felszednénk még lehet látni. Aztán bossoknál is, ugye póknál is, hogyha ott vagyunk a póknál. És megnyomjuk az ebetűt, akkor így a pók így halkan suttog, meg így fehérrel villog körülött a keret. Akkor azt jelenti, hogy nincs ott senki. Ha hangosabban suttog, meg piros, akkor meg van ott enemy. Az ilyenekre is figyelni kell majd. Madaraknál is, hogy merre repülnek. Mindig elfele repülnek a zajforrástól. Tehát mindig arra fele repülnek, amerre fele közlekedünk igazából. Ugye eltőlünk. Kúknál is, ha nincs berepedve, tehát nem ilyen... mint most, akkor... még nem szedték fel, például ezen a crew még nem volt hunter. Tehát itt még nem jár senki, ahol most mi vagyunk. Tehát akkor egy crew többen is fel tudnak szedni több csapat. Persze, több csapat is. Csak azt már lássa a csapat, hogy vagy voltak-e már, vagy sem. Nyilván, ha voltak, akkor... jajjaj. Azt jelenti, hogy még valószínűleg ők közelben vannak. De undorító. Már meg van, hogy hol a spider, mert csak oda kell menni. Itt is ez a... Már le kéne lövöldözni. Közben jön itt egy... nem tudom. Már le kell. Egy nem jutunk át, hogyha nem lövöldözünk. És hogy simán csak lövök bele? Beadja a hitet, látod. Akkor most így elvonul, ilyenkor át tudom. Ha lenne több ebből, akkor is csak egyet kell lelőni. Már akkor egy darabig a többi fél tőlünk, úgymond. Aha. Nem lesz fő a szélem, miről érek? Még kis hibákból. Kutyákat lát. Már kéne szabni. Vaj, nem kéne ekkor átkerülni. Arra lövöldöznek elég messze. Az nekünk jó. Hát... ja, mert akkor ők nincsenek itt, bár más még itt lehet. Nincsenek ott. Ah, jön valaki egy ilyen égő. A BT-ben be van szárkózva. Érdekes, hogy az befelejtette a WC-t, nem? Valaki lenne a WC-ben? Leütöttük, utána megnézzük. Ja, nyitva van, üres. Onnan jött kifele. Jaja. Tényleg nem lesz HP, mire odaérek? Jaj, bocsánat csak. Mondom, ez az allergia szezon. Ez kezd... kezd elég jó bedúranni. Nekem mindig délelőtt a legrosszabb. Na, jön még egy ilyen tüzes fickó. Megoldottam. Rendezted. Most már csak nor felé kéne közlekednünk. És ott is vagyunk. Most aminek. Tölteni kéne. Már kezd közel lenni a damage. Viszont megöljük, mert az a heal. Van heal. Nem csak mi közeledünk, az a baj.
pont kijöttem ettől a víziszőnytől. Ó, oh, ma megint egy ilyen tüzes. Kettő is. Aha. De jó. Kedvenc ennem érve úgy. Másik meg a hány. Jó, csak most nincsen staminám. Állja. Állj meg egy pillanat, aztán sétálsz, utána töltődik. Nem futunk. Itt lesz a pók? Itt lesz bent. Mhm. Uh-huh. Kérdés az, hogy vannak-e már itt? Még innen nem lássuk, közelebb kell mennünk. Piros, úgyhogy vannak. Által megnyomod az ebetűt, így pirosan villog. Aha. Nem mi vagyunk itt egyedül. Ekkora range-be. Hát ilyenkor... mi az okos taktika? Megvárjuk, amíg elkezdik... Az a baj, hogyha van eszük, nem kezdik el szedni. Hát de igen, ők is taktikáznak. Aha. Így van. Aha. Véletlenül nekik jobb pozíjuk van, gondolom oda bent vannak. Már ezt nem tudni, hogy merre vannak. De valószínűleg oda bent. Hülye nézte a lépcsőt szegény. És még piros a pók, szóval nem ő volt egyedül. Te zörögtél? Én voltam uh-huh. Zörög. Kilútolom, visszaadja a first aid-et, lesz olyan rendes. Vissza is adtam. Hát egyel kevesebb. Viszont várt, hogy nem duóban voltak itt, hanem ez már csak egyedül volt, és ő is arra várt, hogy szedjék. Mhm. Mert lesz neki kettős. Akár. De persze azt is figyelni kell, hogy jönnek-e újak, mert az is benne van. Nyilván, hogy még más is ide jön. Az a legjobb, mikor harcolsz, akik rajt ülnek a paukon, aztán oldalba lőnek valonnan távolról. Te lőttél? Lőnek, nem mi voltunk. De látom, akik lőnek. Kapja kettőt. Ott van a pentben. Aha. Kaptam is a fejest. Aha, valaki... Igen. Kéne nekem beleszólnom. Akkor meg kéne próbálni felszedni téged. Szaladjunk vissza, én azt mondom. Várjunk egy kicsit. Megint leszedtek oldalról. És le is esel. Figyelnek-e téged? Gyere! Lesz! Megint! És most haltál is van.
ülök a padra és várok. Jönnek be. Jó. Na, ment. Csapnámba. Rossi. Ah, szép, szép. Vajon még piros-e? Az hát, egy érdelmi. Akkor újra csapda. A régi csapdából nem tudok újra. Aztán chill megint. Majd csak jönnek. Egy biztos, hogy benne ül a paukon amúgy. És szerintem egyedül. Én nem is fog kinézni rám. Ezek azok voltak, akik ott lőttünk. Legalábbis így karakterre rájuk hasonlítottak. Ők jöttek be. Hogy ők ott lövöldöztek arra. Azokat megölték-e? Hát igen. Megnézem, honnan öltek le. Hát ez az a kill view, amit... Nem jó megnézni. Lehet jobb lett volna, ha nem nézem meg. Hát igen, ilyenkor csak bosszantja az ember. Oldalából, és onnan, azon az egy résen. Aha. 100 méterről. Oldalba lőtt. Egy hit fej, persze. Nyilván fejbe. Na sajnos ez ilyen. De már haladunk, most már volt fight a pók körül. Egész. Ja, menjünk egyre közelebb. Stream végén már lehet nyerni is fogunk. Ó, hát azért még az, ha várjál. Ó, most vettem meg a 100. Hunterömet. No. Elértem egy teljesítményt. Nem tudom. Hát én voltam, hogy kétszákat tintottam.
úgy fűt itt nekem a gép, mintha muszáj volna. Pedig most nem hiányzik egyáltalán. Hát nem. Az enyém most új tűrhető. Nem hideg, de... Erre menjünk SV vagy NV? Nekem aztán mindegy, nagyjából ugyanolyan távolságban vannak. Annyi, meg... hogy az egyik az Assassin Clue, a másik pedig Bachelor. Már itt középen van feloszva a map, és pont ide spawnoltam. De mindkettő ugyanannyit ért, tehát mindegy, melyikre megyünk. Hát akkor SV legyen. Vonulhatunk a térkép keleti részére. Már most lőnek. Már lőttek arra egyet, távol valamerre. Nem itt a közelbe, tehát annyira nem kell aggódnunk, csak... Hájba tesz. Ott vannak előttünk. Valaki ment. Nem tudom, hogy Grant volt, de szerintem nem. Ott nem. Kapja ha. Egyedül volt? Nem tudom. Nem. Nem. Nem tudom honnan. Illele. Ott van. Dob valamit. Rám dobott valamit. Itt van. Kapja ha. Jó. Szuper. Azt hittem már még egy, de csak egy rám. Ha HP-ztok itt rendesen az elején engem. Ezt kell, hogy mondjam. Nem könnyítik meg a játékot. Másikat kilootoltad vagy? Nem még. De már három healitem oda. Pedig még egy 3 perces a játszom. Mondd nála 50 pénz. Hát meg igen, az is fontos, hogy csak két Hunter. Ajaj. Hát csak ketten lehet kirúzolni egy Hunter. Még akkor is, hogyha hárman vagytok egy squadban. Valaki úgy marad, hogy nem lootol. Az érdekes. Hát csak két bounty van, tehát valakinek nem jut. Hát két ember csinálták meg inkább ezt a játékot, de... Gondolom volt rá igény, hogy 3 ember. Amúgy most jöttem rá, hogy volt silencer-es nagantom. Én meg a hive-ot ledúrasztottam. Lehet arra ők is felfigyeltek. Semmi. De megint lövöldöznek valamerre, ha jól hallom. Szerintem amúgy ők már szedik. Nem hiszem, hogy fájtolnak ilyen sokáig. Ó, nem is fenn van a múlván. Lehet, hogy már szedik az asszaszint. Úristen. Ide bent. Többen vannak, mint gondoltam. Igen? Jövök. Megoldom, nem az csak. 3 grunt volt, meg 1 armored. Igen, erre szürkül. Úgyhogy valószínűleg ott már az assassin tölik. Valószínűleg vagy catfishben van, vagy a slaughterhouse-ban. De ez jó, gyorsan odaértek. Hát ott spawnoltak lehet mellette. És akkor ugye nem kell 3 crew, hogy ott vagy mellette, kijelző, hogy ott van. Esetre mi megyünk crewkra. Aztán majd látjuk. Például ez mondjuk most pont a másik map, nem amelyiken előzőleg voltunk. Most nézem. Healing Waters Church. Ha,
De így az ember amúgy meg nem mondaná, hogy ez két különböző map. Hát igen, ugyanaz a design. Teljesen ugyanaz. Ez a vagy nyugat, vagy micsoda. Mert én már lelőttem. Meglepő, hogy én nem. És még egy klú. És akkor... azt a szín kilejtét már tudni is fogjuk. Egy hol lejték. Szárt ajtó fogad minket. Egy balta. Ez csak kinyissa, nem? Hát... a videó után biztos. Két ütés. Mint egy drótos. De jó hive-ot. Viszont a madarak nem mi voltunk. Ebben biztos vagyok, hogy azok nem mi voltunk. Tehát itt érkeznek ránk valahonnan. Még erről nem látok semmit. Mondjuk az nem jelent semmit. Igen. Ó, hogy ez is itt van. Lehet, hogy le kéne lövöldözni. A drótos? Na. Ú, az pirosan ízlik. Látom. Nem, tehát nincsenek annyira közelbe, hogy nagyon. Ó, hogy... hát... lehet, hogy nem felénk jöttek akkor. Itt nem látok senkit. De biztos, hogy nem mi voltunk. És igen, itt van catfishbe a assassin, úgyhogy valószínűleg azt szedték az elején. Viszont még azóta se benne is játék. Hát akkor nem sikerült? Létezik? Az is létezhet. Az se biztos, hogy mi vagyunk. De az is lehet, hogy leszették, csak még nem kezdték el benne is állni. Nem muszáj egyébként. De ezt mit ühítettük fel? Falon keresztül. Minden esetre megindulunk arra. Aztán hát, ha nem lőnek minket hátba. Ha ott lövöldöznek, gondolom. Jó, járok. Ott törik az asszisztén. Láttam, jöjjön. Szépen halkan oda sétálunk. Ah, kim van tetőn. Ide néz, úgyhogy lövöm. Mielőtt ő lát meg engem, leugrott tetőről. Láttam, jaj. Rászadod, itt véletlen pár. Tudom, hogy kéne rákerülni, hogy jó is legyen. Most egy biztos, hogy rá kellett volna kerülni, de már megindultam. Aha, kapja hal. Egyel kevesebb. Oh, water reveal, nem áll. Menjél innen. Inkább kigyulladok, csak menjél innen.
Leszedtem. Rendben. Nagyszerű dolog. Ezt meg ki kéne gyújtani. Én nagyon úgy érzem. Na, én nem tudok itt fölmenni. De viszont még itt van a másik is, már piros. Tehát valóban nem egyedül volt. Hát ezen a létre bepróbálkozok. Szedne a társát. Mert lesz heal a széken, ez fontos megjegyezni, mert bármikor jól jöhet. Szóval megyek, mert itt nem sok esélyünk van lövöldözni. Főleg, hogy az a tetejű csak úgy recseg. Hát meg ez egy, itt remek célpontok vagyunk. Igen. Biztos, hogy oda bent van. Még akkor meg az azt a szín. Ah! Itt van már kint, fent. Kapja. Itt van. Felettem. Kapott, új, kapott egyet, de lehet, hogy fel is gyújt. Ah, itt van fönt. Apja ha. Másik is. Az szuper. Hol vagy? Már csak ezt tudom látni. Ja, jó. Na most megjegyeztük, hogy hol a heal. Egyből oda is tartok. Mert azért csak ellőttek egyszer. Lement két csík, két kicsi csík. És négy kicsi csíkom van, úgyhogy... Szerencsére sokszor donolhatok, majd felszedsz. Jó. Ebben reménykedek. Na, hát már négy hunterön túl vagyunk. Tehát akár, hogy számolok, most már maximum hatan lehetnek. Aha. Akkor híleljek be én is, mi? Mert igen, nekem is igaz. Hiányzik egy csík. Igen, igen, ezt nem már. És ugye az asszaszín fehéren suttog, úgymond. Tehát nincs itt most jelenleg más, csak mi. És nem majd csak PHP-re leszették nekünk. Voltak olyan rendesek. Majd lesz egy medvecsapda, ezt majd lehet le kéne helyezgetni itt ott. Vissza kis ki belőle. De úgy ide rakok egyet, valaki gyors ezen a pallón átszaladna. Hát elértünk oda, hogy végre tudunk ölni bosszt. Haladunk. Uh-huh. Tényleg, egy meccsről meccsre jobbak vagyunk. Na hát akkor... Itt van. Ja nem, nem itt van. Van belőle most több is, mert itt szét van. Ja, aha. Ki is gyújtottam már. Meg ő is jobban kapja a fejlővéseket. Mint a testre lősz. Talán mindegyik végaz. Mind a három bossra. Vagy nem. Szeretik ők se a fejüket. Igaz, a bacsornak nincs feje, csak egy disznó feje, ami majd leesik egy idő után. De amíg van feje, addig fáj neki jobban. Mellettem hallottam valamit, de fehér, úgyhogy...
ez a nagyon rossz, hogy felmegy a falra. Szerencsére meghal. Ah, az ott maradt volna a falon. Nagy bleedinget tol belénk. És ha megcsinálod, visszakapod a chunkokat, meg vissza is heal előtt, hogyha csak le van menve, az elégetteket is visszakapod. Na és akkor most csak le kell tartani, hogyha jön valaki, akkor... Így van. Lehet ezt a létrát... Dácsap. Á, mondjuk nem tudom, hogy hát mászkálnánk sokat, nem? Vagy... Rakatok ide, szerinted? Hát nem, itt hát... szaladgálunk, inkább nem, már nem megyünk bele. Az meg nem lenne jó, inkább bemel a létrát. Itt nem annyira szaladgálunk. Hát olyan messzire nem érdemes kimenni. Ajajaj. Hát meg ott elég nyílt is. De azért egész jó. Rá tudjuk szerintem védni, itt azért a fal sokat blokkol. Igen, az a baj, hogy most már nem suttog nekünk, hogyha vannak közelve. Hát, valahogy igen. Már nem tud suttogni. Pedig hasznos lenne. És az ajtó el van barikázat. Másik ajtó is be van csukva. Ammókat nem tudom, szedtél le. Van jó pár ammós láda. Akkor szedek. De itt is van egy. Aztán itt is. Nehogy az legyen a baj, hogy kifutsz. Lövöldöz meg. Nekünk csak jó. Hát persze, hát... Aha, Butchert szedték odafent. Aha. Hát akkor egy csapat biztos ott van. Valószínűleg, hogy egy csapat ott van. Ugye még rajtuk kívül maximum, nagyon maximum kettő csapat lehet, de szerintem már csak egy van. Esetleg, vagy egy se. Most az, hogy az a egy másik csapat ide jön, vagy nem, hát az a kérdés. De eddig csend van. Többnyire. Ja, nem látni. Hazza magát, de az alapvetően is ezt csinálja. Ezt lekapcsolom. Ez nagyon fontos, hogyha ég a lámpa és kilövik, akkor abból ugye tűz lesz. Ah. Úgy fontos, aha, hogy kapcsolni. Igen, és akkor ott meggyulladok elég rendesen. Igen. Majd ilyenkor lövik el, akkor csak széttörik és annyi. Hát szerintem nem fognak már ránk jönni amúgy, mielőtt meg lesz a Ben is. Utána meg körbe nézünk. De hogyha megvan, tegyük fel. Akkor megint két választásunk lesz. Egy, hogy kimegyünk ezzel, kettő, rámegyünk a bacsőrre is. Hát szerintem ne legyünk telhetetlenek. Ne rizikóztassunk. Ah, és akkor a térképen ott van az extraction point, hogy hova? Így van, három van mindig. Aha, aha. Minden igaz most is, igen. Hát, most nem nagyon ez... kell gondolkozni, melyik van a legközelebb szerintem. Hát igen, meg ez most elég közel is van. Hát még igen, ez még egész jó. Szerintem meg is indulhatunk majd enne fele. Az ablakon is akár kiugorva, hogy itt van egy ajtó. Hát... Csak csölös. És amúgy lövöldöznek, és már leszették a becsövet, tehát valószínűleg ott van a másik szpar is. Uh-huh. Azért mindjárt körülnézek. Nem látok senkit. Én nem vettem fel? Vagy te? Ja, én. A bombit. Nem figyelek. Jó. Játszik ki. Na, jó, akkor menjünk. Induljunk ki fele. Közelben még nem volt senki. Én a kutyákat kigyújtom már, mert nem. Biztos, ami biztos. Nehogy kiszabaduljanak. És most ilyenkor tudják, hogy nálunk van a... Igen, és még a mapon is jelzi, hogy hol járunk. Tehát egy ebben is. Ezünkre van. Nekünk meg ugye csak ez az 5-5 másodpercünk van, hogy körbenézzünk. Ők meg végig tudják, hogy hol vagyunk. Igaz, ők nem VH-val, tehát ők csak így nagyjából. De hát egy réten szaladunk, ott a nagyjából is nagyon sokat mond. Hát persze, persze. Például most a másik squadnak is, ugye ez
vitte a irányt, hogy most ugye most jövünk ki. Most ha mennénk rájuk, akkor valószínűleg ők nem indulnának el. Lássák, hogy mi odafele tartunk. Mi lássák, hogy hát ezek mennek ki, akkor hát menjünk ki mi is, mert úgy se érnénk el őket. Valószínűleg így gondolkoznak, mert itt a hajó. Minden igaz, már nem érnek el minket. Ők. Hát most tették még csak föl. Igen, hát ők már ide nem fognak jönni. Közelben meg még most nem látom jelenleg senkit, úgyhogy addig megpróbálunk belépni. Az is fontos, hogyha ide jövünk, ugye kezdi számolni, amint te beérsz onnastól folytassa, tehát nem ad hozzá plusz időt. Hogyha az egyikünket most itt leszednénk, akkor addig a másik nem tud kimenni. És most már van egy olyan is, hogy mivel régen sokat trollkodtak azzal, hogy kibejárkáltak a randomok, és így nem lehetett kimenni. Elég, ha csak egyikünk van most már bent, hogyha már egyszer bent volt a másik. Ketten itt vagytok, utána a másik már elmehet, egy embernek elég itt lennél. Ez egy fájdalom vagyok. Na és hát ez szuper. Jajaja. Mondtam na, ez első sikeres. De sikerülni fog egyszer legalább. Jajaja. Így van, para, pont jókor jöttél vissza, jaja. Az összes meccsünk ilyen volt, para, amúgy. Hát nem tudom amúgy, hogy miért nem voltál itt tényleg egy... Sokkal az a baj, jobb meccsek is voltak. Hát igen. Meg én hetet öltem, Csabi meg 9-et. Igen. Hát igen, visszaszedték egymást, mert amúgy nincsenek 16-an, ez jól számolott para. Hát így van, Feltették egymást, és akkor újra lelőttük. Na, ez szuper. Na most állokoltam ilyen Marksman Winfieldet. Az akkor a Marksman... Az mit is jelent? Mindjárt megnézem. Hát, hogy igazából egy scope-os Winfield. Aha. Hát, nem tudom, egyelőre hagynám a hangtól pítust. Szerintem ez a Signer-szeres jobb. Véleményem szerint, amit most használsz. Mark embere? Para azt mondja. Marksman, igen. Az ember. Fontos még tovább az, hogy most már ugye a Hunter így jobban fejlődött, nyilván, hogy nem tudom, neked lehet eddig is fejlődgetett. Hát ne, én most level 20 vagyok. Akkor. Igen, én is annyi vagyok. Jó, elveszíti, csak nem hal meg. Jó, a leveleket elveszít ugyanúgy. És a Roastörnél, ugye ott a Hunternél vannak ilyen traitek. Most neked van egy trait.19, ha minden igaz. Igen. És akkor a szétül osztani. Hát neked még most nem sok minden van, mivel és rank vagy 9. Hát igen. Még nem sok, szerintem mindent meg tudod venni. Köbö. Van a Greyhound, a Conduit, Pack Mule, Hornskin. Determination is talán már. És akkor így be tudom tenni. Aha. Ja. Meg lehet venni. Hát... Nyilván már nagyobb rankoknál gondolkozni kell, hogy melyikre rak. Neked most nagyjából szerintem az összeset meg tudod venni, ami van. Hát jó sok van ugye. Hát összesen sok van. De ja. Összesen igen, csak így neked lehet van még zárom. Hát most nekem a legutolsó az Iron Devastator. Az... Következő meg rank 71-lél lesz feloldva. Nekem már most azért meg kell gondolni, mire rakok. Greyhound az érdemes amúgy alapból is. Tehát az elsők közül az szerintem az az egyik leghasznosabb. A sprint. Azért az jó. Tehát tovább lehet, igen. Tovább tud sprintelni, menekülésnél is. Ugye az sokat jelent. Értem. Jó. Hát bedobtam egy csomót. Meglátjuk. A dolgot. Oké is. Bullet grubbát is rakok. Az is jó dolog, mert ugye amikor a csőben van a golyó és újra tölted, az kiesik. És itt meg elkapja. Ez szeretem, ez egyik legjobb trait. Nem vesződik el golyó. Nem az igen. Nem szeretek potékolni annyira. Úgyhogy ez az jó, azt szeretem. Most még... Más nagyon nem tudok rakni. Úgy jól is jönne. Rakok egy ilyet esetleg.
Elfelejtettem. Na mindegy, most van. Ugye az eldobhatós dolgok. Hát ugye azok eltűnnek. Tehát azt egyszer használatosak. Például a Firebomb, a Heal cucc. Nem olyanok, mint a Kés, meg a First Aid. Ugye azt minden meccsbe visszakapod. Ugye jó, tehát így ez ilyen eszközöket akkor viszel be, és ha használod, az ott is marad. Aha. Ja. Tehát ugye értem. A First Aid-et azt háromszor elnyomhatod egy meccsbe, de következő meccsbe ugyanúgy elnyomhatod háromszor, nem hal meg a Hunter, és kijön. Tehát ez csak kifogy, annak töltése van. De viszont a Firebombokat, ha eldobálod, azt nem fogod visszakapni. És én most eldobáltam. Tehát hát igen. Flash hoztam, meg nem tudom miket. Nem baj. Reméljük nem azon megy el majd a meccs. Hát csak nem. Itt van egy most közel. Mindig az M-et nyomom a mappért. Reflexből. Hát a Witcher. Igen. Parának is jó a koddal együtt mindig. Kodban, mikor tegelne. Ugye nyomja a görgőt, mert itt ugye azzal tegelünk. És akkor ott kodban meg eldobál ilyen gránátokat fele, meg ilyenek. Mindig tegelni, hogy itt az enemy, és megáll eldobni. Hát nem jó párhuzamosan játszani. Azért az emberben van, úgy benne van. Hát meg kell egy kis idő, hogy átállja. Meg így ilyen... Hát, egy-két óra játék kell. Persze. De meg kell egy-két óra játék is, hogy fölvedd a ritmust, meg ilyesmi. Ó, mondjuk para egy gép, tehát. Neki elég 5 perc. Ő mindig be van melegedve. Para már melegen született a Pride. Kutyák is ma voltunk. Legalábbis nagyon remélem. És ezért ment le HP-n, mert ott volt egy lámpa, és azt vette fel a helyet, hogy a bleedinget oldotta volna. Ja, bocs, azt hittem fölvetted. Nem. Nem figyelek. Ott van heal. Gammó is. Hát jó para, hát de hogy fordítod magyarra az, hogy born ready? Készen születtem, így van. Pont jó. Készen születtem. Van a dolgok, amit nem érdemes lefordítani. Hát, nehéz. Ha itt lenne tífusz kollega, akkor tudnám mondani a... Mi is jobb a tapasz? Csatauta, alvány, mi volt az para? Valami ilyesmi. Fordította a GameStar. A mit? A batlepaszt lefordították magyarra. Hát nem tudom mire. Para azt írja, hogy csatabérlet. Csatabérlet. Aha. Nem érdemes ilyenekre lefordítani szerintem. Ajaj. Baj van, vissza. Emberek? Kicsit hangos a clue, hallod? Hogy így morog. Valószínűleg pirosan világít is, tehát vannak ott közelbe. És darksightoznak is, azt a vagy. Akkor nem szóltam, de jönnek emberek, igen. Fenn van tető. Kapja hal. Még van egy valahol, itt oldalt volt szerintem. Kapja. Kapja. Lehet, hogy halt is, nem tudom. Halt is, igen. Jó.
Ó, oh, ne, jó, jó. Ja. Ezek is lehápeztek megint. Mondjuk még mindig ők jártak rosszabbul. Az tényleg Duffy írt nekik, hogy ne használják ezt tovább. Aha. Az komoly. Meg azt írja Para, hogy ne hallgassak rád, mert nem hallhatod a színeket. Az is igaz. De Para mondta úgy, hogy biztos úgy van. Ne hiszem neki. A másik a tetőn halt, azt is ki kéne rúgóval. Mielőtt ide jönnek. Meg a klót szedjük fel. Azt meg valóban nem lenne egy buta ötlet. Elvéve azért jöttünk. Szerencsére ebben a játékban se sokat jelentenek a színű. Battlefieldben volt mindig amúgy nagy hátrány. Hogy a squadbeli társak zöldá voltak. Azt hiszem. Mert ugye ott volt, vagy hadcsoport, vagy nem tudom hogy van már. És hogy az alapszövetséges az kék, de aki a squadban van az zöld. És az enemiek piros. És akkor sose tudtam, hogy enemi vagy squad társ. Ja, aha, de aha. Nem volt csapatsebzés, tehát mindig belelőttem aztán. Ha más nem, akkor... Legfeljebb nem történt semmi. Így van. Kis ammó fogyott. Itt is lesznek, úgy érzem. Lövések elég közel. Aha, itt vannak közel, jaj. Még a crew nem morog mondjuk, de... A crew azt hiszem 30 méter után kezdi el észrevenni. Á, igen, ott repülnek a kacsák, vagy varjak. Á, látom is őket, kutyával harcolnak. Ott vannak emöbö. Lőjünk rájuk? Hát nem tudom. Ketten vannak, szaladnak elfele. Hát utánok megyünk. Na, ott vannak. Eléggé hangoskodnak, nem tudom, hogy... Mondjuk most, hogy a kutyák harcolnak, lehet, hogy le lehetne őket szedni. Megpróbálhatjuk amúgy, kicsit én parírozok le a távolságba. Szerintem egy, mintha eldőlt volna, mint a rohadtnál. De felszerem a kukis. Kapott egyet? Jó, nice. Látom. Mindkettőt. Hát, hamar lőttem, elbújtak. Én látom őket. Lőjed őket. Megint akkor. Szaladnak el. Bementek a mögé a szar, bocsánat, mögé. Van itt egy újra töltök is. Van itt egy közelbe. Talán fent. Ott nézett ki, kukucskált. Szerintem engem nem látnak. Vagy hát... Fal mögött vannak akkor egy... Hát ha még ott van, lehet már elszaladtak. Itt vannak, hallom őket csak. Hát nem lenne jó ötlet kiszaladni rájuk. Ők is topoznak. Nem szaladgálnak. De még itt vannak mindig. Kicsit lehet próbálnak közelebb jönni szerintem. Hogyha tudsz. Hát itt a fal túloldalán tudok csak menni. De megpróbálok akkor. Farsightoznak is. Ugye az Assassin is itt van mellettünk. Többnyire, tehát... Ők is oda tartanak. Hát az is opció, hogy várunk, aztán úgyis megindulnak. De nem buták, itt vannak ők is, és várnak minket. Aha, szaladnának.
rászaladt. Ott szaladtál. Jó, az halt is, leszették onnan valahonnan. Akkor arra nem megyek. Igen, másik is halt, nagyszerű. Hát leszették nekünk. Jó van. Jó, hát így is jó. Nekem csak egyet kellett lejönni, hogy megijedjenek. Viszont a másik squad is valószínűleg tudja, hogy itt vagyunk. Azért egyet lőttem. Valahol a búzában vannak. Biztos jönnek lootolni. Nekünk is kéne közelem menni, de az a baj, nem fogunk tudni itt a hágy is. Már rálátnánk a hulláikra, akkor az jó lenne ugye, hogy akkor lootolnak, csak egy lövésbe lelőjük. A parahanttal játszik, az egy jó jár. Na. Nekem is földobta a Steam. Hát én itt nem látok, foglalkozzunk ezzel, vagy menjünk tovább? Hát látom, jó. Toronyban van, toronyban van. Hát akkor szerintem az így esély. Az úgy eléggé. Hát tudja tartani onnan. Hát figyelj, megvan... Megvan a három nyom. Szerintem menjünk, nem? Mármint a... az Assassinra, vagy a Benishre? Kerülve. Ez a Benish már szerintem viszik majd. Hát igen, akkor nézzünk meg az Assassin, próbáljuk meg. Az a baj, hogy... az itt van. Ja, és oda kéne bemenni. És onnan nézi, tehát... kerülővel szerintem oldjuk meg az egészet. Na mondjuk... Nem olyan jók a környezeti kitevők. Hát igen. Meg a... Vagy akkor próbáljunk rámenni. Szia para. Hello, hello. Ott van úgyis a toronyba. Bemegyünk alá. Bevágunk rá valamit. Oh, mondjuk most pont. Randomot hoztam, most mondtam el meccs elején. Ott van fent, egyedül van. Szerintem. Kapott egyet? Szép, szép, szép. Kinyújtom addig. Utána csak baj lesz belőle. Így elég egy idő után, vagy ha nem, akkor majd lövünk bele kettőt és meghal. Átmegy a golyó azon a vackon. Átmegy a fán amúgy. Hát mondjuk kérdés, hogy az enyém is átmegye. Pötyögtettem egy kicsit. Át kell, hogy menjen. Valakire rászaladt, nem? Csak szaladgál? Próbálok közelebb jönni. Mennyi én addig letartom hát, ha kinéz? Csak így meg majd oldalról fognak. Nem is ez a tüzes valami. És igen, pont nincs sem, mert a dinamit cikken van itt benn, mondjuk. Megpróbálom begórni. Sikerült is. Aha. És le is esett. Sikerült a dinamit. A lyukon pont a létre feljáron. Na mindegy. Dikolyozik ez meg. Normális. Milyen nincs semmi, ami mit dobható? Ne. Tudtam, hogy ezen fog venni most meg. Akkor flash. Ez még nekem is fájt. Sokáig tart ez a flash? Se néztem még bele. Itt van még vagy? A meccs végéig maradt. Köbbe. Viszont neked van molotovod. Megpróbálod bedobni? Renátor. Hogy ja. Tudom, itt van-e még egyáltalán, mert... Ja, nem tudom. De ha itt van, akkor ez hatásos ellene eléggé. Hát... Ha látom, meglépett, az ott van a romoknál. Szerintem oh. Nekünk se kell kergetni. Killed, szerintem jöjjünk vissza. Nekünk az volt a cél, hogy innen ne fogja le. Mellasom. Befézi, csak... A pontinál vagyunk. Ah, már itt vagyunk, jaj. De a streamet kérem. Ja. Tessék? A streamet kérdem.
mi van vele? Hogy meddig tart? Hát még egy órát mondjuk. Jó. Maximum. Miért kérdezed? Kérdem, hogy mennyire kell számítani. Én is itt vagyok. Na viszont... Igen, neki kéne látni. Fehéren villog. A bontisok kimentek. Most már csak ez maradt, mindenki ránk fog jönni, de... Na, itt van. De jó, hogy közben meg kigyulladtam. Á, Grant is kicsit gyújt ki a bejön. És az gyújtott ki. Aha. Nem olyan vész. Ura, csak próbálják két Grantot. Amikor lesz végül. Jött ide a kis csaj a toronyból. Idővel biztos ideje. Jó. HP az meg lesz, az a nincs gond. Most keresünk a bombokszok, itt lesz egy. Tabdák, az is jó. Az is kell nekünk. Így fent valahogy el kéne csapdázni akkor. És akkor ha megöljük, akkor fölhílelődünk, ugye? Teljesen? Így van. Jó. Hol van még a mobox, vagy nincs? Ez az egy volt? Itt is van fent. Láttam egyet itt túl közben. Lesz. Próbálok itt csapdázni közben. Ezt az ajtót például ide rakok hármat szerintem. Ennél jöjjenek majd át. Majd inkább lent leszünk szerintem úgyis. Ne, így jól is van. Még lent is volt elbarikáltatott ajta, az nekünk úgy jó. Azt halljuk, ha betörik. És azt az egy ajtót kell fognunk, amin bejöttünk igazából. Hát itt van még egy ajtó mondjuk. Mondjuk ez kis ajtó. Itt is van egy. De ez el van barikáldozva, úgyhogy ez... Jó. Azt, hogyha törik a szaljuk, azért rakok ide egy csapdát. Biztos, ami biztos. Még van csapda igazából, rakhatunk még bele. Be van zár. No, hát itt felül igazából csak ott tudnak bejönni, ez az egyetlen. Már elcsapdáztam. Meg itt talán még beugrani esetleg, ha be tudnak. Hát ide is rakok egyet. Hú, ez még jó is, mert el van fedvén bokorra. Arra vigyázzuk el, nem mi megyünk bele. Ez a blokk. Jó, hát föl nem jövünk úgyse. Kifele meg east lesz majd, meg így north east. Aha, jönnek.
arra felől volt madár, north felől. Csak felmegyek, mert csablak north felé oda lett. De fenn sem olyan jó kilátás. Az is ellen, akik így úgymond defendelnek, hogy az ablakok olyanok, hogy befele nem annyira lehet látni. Kifele sokkal tisztább. Aha. Nyilván az a ritar, az jó. Nem törik, tehát... Elég hát... közel járnak, ahogy hallom. Mindjárt lesz VH-nk. Az a baj, hogy ez a... időpontunk kempelnek. Van egy olyan érzésem. Már próbáljuk itt a lentit? Ah, nézzük el. Roadfestest. Mert azok nagyon arról lövöldöznek, gondolom azt csinálják, hogy számítottak, hogy arra megyünk ki. Az van a legközelebb. És akkor oda beülnek akkor. Hát, meg tudunk lépni. A miénk 125-öt ilyen. Mit kivitek, az csak 75-öt ilyen. Az jó. Persze legalább ők kivitték, mi még előtt állunk. Hát igen. És jó messze van. Eléggé. De Squad biztos, hogy arra volt, tehát nekik még messzebb van. De látnak még mások is. Szerencsére még a környezet eddig nem nagyon cseszett ki velünk, így mondjam. Akkor sok minden van előttetek, ugyanekek tisztítani is kell, a többieknek csak szaladni. Például azt a hive-ot. Sőt, az két hive. Jajjó. Tekintés, senki nincs körülöttünk. Az jó hír. Az nagyon jó hír. Na, igaz, nem olyan messzire jelez amúgy a VH. Nem tudom mennyi az effektív range-e. Olyan 50 méter szerintem, hogy még lehet annyi se. Hát ezt simán be tudják hozni 30 szek alatt, amíg mi várunk, hogy kijussunk. Végig nem lássuk előket, hogy jönnek mögöttünk, de amikor odaérünk, majd 20 sek múlva már ott vannak, hogy jönnek. Olyan nagy a map. Stamina töltés is. Nem vagyunk messze. Jaja. Shift-tab az még mindig jó, felhozza a SteamOver-lé. Igen, igen. Nekem is felhoztam most kétszer. Át kell bindolni máshova. Na, hol vagyunk már? Na, már el is hagytuk. Itt lesz a haja. Egyelőre még senkit nem látok. Úgyhogy itt beülök a hajó mögé. Ó, ott már kimentek az úri emberek. Aha, jaj. Itt van a fegyverük. Ó,
Már nem tudom, hogy ránk jön. Mindjárt kapom Harry-t oldalba. Igen. Ilyenkor zoljuk el magunkat. Na, ez is jó volt. Szuper. Most kettő egymás után. Jaja. Halad ez. Na jövök most felrendeni már... a hangulatot. Na, kapunk miattad lesz. Hát igen, most eddig ment. Hozzászoktam. Folyamatosan fejlődtünk, úgyhogy... Igen. Hozzászoktam, hogy rám fogunk mindent. Hát velem szoktál játszani, úgyhogy igen. Kár ért. Hát, az valahol van. Te helyedbe én nem játszanék magammal, az biztos. Na, jöhet inkább az inv. Na, még nem lököd ki, de amint kilök, end. Na már most, további opciók, amik vannak Renától, hogy tudsz nyugdíjba küldeni Huntert. 25-ös szint után, amint Hunter szint után. Most ugye nekünk 30-as. Aha. Hunter szint Source ház, annyi Bloodline XP-t kapsz életem. Annyi XP-t kapunk. Tehát nyilván ez is olyan, hogy meg kell gondolni, most elküldöd, vagy ugye megtartod, viszont akkor benne van az, hogy meghal. Neked még most érdemes megtartani, mert ugye nem tudnék meghalni. És hogyha most vagy. Veszek egy újat, az mit jelent? Új Hunter? Egyszerre öt lehet nálad. Igen. Megmarad semmit a másik is. Jelent, megmarad a másik is. Ugyanúgy. De érdemes mindig, hogyha valamelyik tetszik, akkor megvan. Amíg van hely. Hát de ezek ilyen stock hunterek, mármint úgy értve, hogy... Hát igen. De ugyanúgy le tud cserélni a fegyverét, tehát megveszed, igen. De most én ezt megveszem. Te például tudod azt csinálni, hogy nyugdíjba küld az adott hunterödet, és annak az utcait rárakod a új hunterre. Ja, és neki semmilyen trétje nincs, értem. Igen, jó. Viszont nem lesznek. De én is most vettem ezt a Romero 77 talont, én ezt úgy eladom, hogy shit. És ha azt mondom, hogy... Tehát, na, akkor még egyszer, ha azt mondom, hogy retire, akkor utána vissza tudom hívni, nem? Ha kéne. Nem tudod. Te ah. Viszont a cuccait azt leszereli automatikusan, van és az meg van a raktáradba. Értem. 30-as, most minden, ami be van rakva, minden cucc, én azt vissza megkapom a, hát a store-ba, ugye a raktárba. Tehát nem adja el meg semmi, hanem ugyanúgy majd fel tudom rakni másra. Viszont ő elvesződik. Most én el is tudom egy nyugdíjba. Ennyi. És akkor... Ha. Most léptem is szintet, 72-es lettem most így, hogy elküldtem. Értem. És akkor most a másikra ugyanúgy az ő cuccait rá tudom rakni. És akkor nem is kell megvennem még egyszer, csak... Várom. Ja, látom, aha. Jó. Hát én egyelőre megyek ezzel. Neked még most érdemes, mivel úgy se tud ugye meghalni. És legalább több XP-t kapsz utána. Viszont utána már meggondolandó a következő meccs után, már meg leszel 11 valószínűleg. Utána már át kell gondolni, hogy megérje megtartani, bízunk-e annyira magunkba, hogy a következő meccset is megnyerjük. Nem, hogy megnyerjük, hanem kijön élve. Értem, mert hogyha, ha meghal, akkor elveszik a cuccai is. Akkor az annyi. Maga a Hunter elvesződik. A cucc, maga a Hunter, minden. Értem, jó, most már kezdem érteni. Oké is. Jó. És játszunk, nekem már 3 vagy 4 meghalt. Rest in peace. Akkor elég deficites volt neked ez a mai délután. Nem, semmi, hát most újra tanuló veszem. Pénz. Igen, amit nem én fizetek meg. Jó. Nekem is kell tanulni. Na, nyomassuk. Hogy kell invet küldeni? Na, küldtem egy 3-at, az a helyzet, de még egyet se fogadtál el. Na, nekem most küldött egyet. Én most látlak. Most már én is. Hát tanulni mindig kell. Nem volt elég ez a 73 óra az elmúlt 2 hétben. Maradok utának is elmenne. Hát ja, kis hien. Annyit dolgoztunk volna a helyet, hogy játszunk.
Nem itt lennénk, az biztos. Hát tudtam még játszani. Hát egyértelmű. Hát az kell néha. Nem biztos, hogy két hét alatt 72 órát, de... Az a baj, hogy ez a két hét az volt egy hét is. Egy hét volt, csak a Steam így az elmúlt két hétben, mert rendes. 11 nap. 30-án kezdtük el. Én nem tudom, mikor kezdtük, én már hát... azóta nem számolom a napokat. Az event. Az event 30-án kezdődött. Tényleg, ott kezdtük játszani. Ja. Ahogy voltak Twitch dropok, aztán... Ja. Néztük, hogy most már újra elővettük. Jók a squadok is. Amúgy jó kis játék tud lenni. Hát... tud lenni. Ja. Na, itt van egy közelpont előttünk, Eastre. Csak sajnos már nem egy olyan eset volt, hogy a legutolsó ember ölt meg minket. Volt, igen. Vagy akár engem. De volt. Sok olyan eset is, hogy jött meg a legutolsó ember. Igen. Inkább az volt a rossz, mikor random kidobált téged. Igen. Íh, most hogy szólsz. Nem mobilnetem, ugye? Nem mobilnetre, mi? Hát, ha nem lök ki. És most dobott volna ki. Tehát, hogy összeesik para, akkor az teljesen átlagos. Igen. A korbeteg néha leesik a vércukra, és így összeesik. Az jó. Mert ugye úgy van, hogy a jelenlegi szolgáltatónál ilyen mikrolaggok vannak, de tényleg ilyen, mint ilyen 1% alatti pakettos. Csak az is pont elég arra, hogy visszadobáljam, meg egyszer a szerver megunja, aztán kilőtt. Mondja, hogy ebből a játékban nem kellene ilyen laggos embernek. Hát... akkor úgy néz mondjuk... ki, nem, hogy neked is lesz telekom. Ja. Azért, hát jó, mondjuk nem mondanám ezt AAA címnek, amikor a Warzone csinál egy ilyet, akkor azért kicsit többet várnék egy ilyen cégtől. De mondjuk ez azért nem az a játék. Bár azért a Crytek se kis cég, de... hát meg amúgy jól meg van csinálva, mert hogyha tényleg diszkonektelsz, például nekem volt egy áramszünet az elmúlt időkben, és akkor visszakapod. Úgy van, hogyha nem kombatba halsz meg, akkor visszakapod. Jó, de most azt nem csinálhassák meg a kombatba is, mert akkor mindenki kihúznál netet, hát, mikor bajban van. Hát igen. Hát én nem haltam meg. Nem ártana. Na, két HIV-t is. Azért nem ártam, minek. Szerintem benn vannak, de nem. Hát amúgy aránylag jól meg van azt csinálva, hogy idécéznek. Ja. Hát amúgy most már nekem a Warzone fagyogatott ki, hogyha emlékeztek. Aha. Na, erre nem leesek. De mostanában már se szokott el. Nagyon nem, ritka. Nem, azt szerintem már javítottál. Jajjá. Hát a Warzone-on volt mit javítani. Maradjunk annyiba. Amennyit játszottál vele? Hát igen. Nem vittem túlzásba. Még én nem is vettem meg a koros. Ott jártál jól. Nagyon mondtátok, hogy vegyem. Hát jó az a játék amúgy. Amúgy ja. Jó, persze. Parának is van benne jó pár orr, szerintem abban is. Egy-kettő. Itt van a pók amúgy, és még fehér. Hát még... nem most voltál be. Mi vagyunk az elsők, akik itt vannak. Van egy pár grand. Van, csak stamina nem volt hozzájuk. Azért kerültem ki őket. Nem van determination, szóval nincsen gond. Renátor megoldja. Hát silencerem van, úgyhogy... amit van pénz. Egyik előttök még jól jár, aki gyorsan. Erre nem mutatok nemet. Nem gondoltam, hogy te leszel a kiszalad a pénzre.
lehet nekik ez. Muszáj. Csináljuk. Ezért mondtad már, Csabi, hogy ezekkel a méret tudtakkal is sétek. Nem, még azt nem. Ott meg nem járunk. Hát ugye vannak ilyen felszedhető méret cuccok, mint például az ásó. Ez eléggé tud tépni a bosszokon. Hát az embereken is csak éljél el addig, hogy megüst. Hát igen, vagy például ez a kalapács, ez is jó lesz. Amit az a fejfejhez kell. Ugye ez, az be van barikázozva. Ja, látom. Na, most már nincs. Úgy láttam, téged meg letámadott. Elég erősen. Talán lőttem. Valaki viszont Mi? Jön lehet, nem? Igen, én is azt hallgatóztam. Aha, látom. Aha. 90. Nagyon jó. Akkor vagyok poisonálva még. Gyors, két hírányzom. Két, nem tudom hol van. Majd, ha megölni a kerítés túloldalán is van. Mindenki nézek. Valaki nyis az ajtót is, én úgy hallom. Kapott egyet, meghalt. Meghalt is. Másik még távolabb volt. Ez ott volt távolabb. De kidobok egy dinamikot. Hát én nagyon rossz helyen vagyok. Itt volt. Hey, már benn van a póknál, mert rátámadt. Ráugrott. Látod a lent viszont. Aha, itt van. Látom. Safe, safe, safe. Szóval. Meghalt. Ilyen. Piros, piros. Igen. Fú, de undorítva ezek. Van egy enyhe arachnofóbiám egyébként. De semmi gond. Amúgy emberfeje van. Ja, az akkor már sokkal jobb. Na, így már igen, így már nem is ijesztél, apó. Hey, ja, jó volt van még a hulla. Ebben már neki is írt vissza. Csak nézem, hogy hol lehet. Lehet, hogy így benn volt amúgy. Hát erre fel nincsen. Krant az hol van? Én. Krant, van egy Krant. Krant, nem Renato. Ja. Ilyen zombi, tipegelj, ahogy te hívod. Valami ilyesmit be. Vizim úgy, úgy. Vizim úgy, mint a Walter, de vidd azt már, mint a... Szavajárás. Valahol valakire rámúlt egy Krantra. Ti nyitottatok valami ajtót? Én nem. Én sem. Most van jössz jelmalom, vagy... Most lezárom. Első sorban. Vagy valaki ajtót nyitott. Csak azt mondom, hogy ide lent kéne valahol lenni. Itt a pók. Ez nem támadja. Te ugye engem is mindjárt. Elmondom, lehet, hogy valahol ott alattunk van bent. Biztos vagyok benne, de... Lehet, hogy gyertek ki a... Renáta, menj ki abból a házból. Menj oda-visszább. Hogyha támad valakire, akkor az ő lesz. Hát erre nem látok senkit. Megpróbálok oda dobni egy sticky bombot. Túloldalra.
hát attól meg... Hát nem tudom. Társukat még itt megvan halva. Megvan halva mindegyik. Most csekkoltam őket, hát... Nem tudom, itten. Itt bent véletlen, nem? Mert távolabb van amúgy. Megvan. Ott megvan? Hát és fehér is. Ja. Ott egy ilyen sanda gyanú, mert ugye alapból őt látta meg legelőször. Félszemű afrikai kislány. Amit már benne is állnak. Kicsit lemaradtunk, hogy voltak látogatók. Behílelek, aztán megyek. Gyere, szedjük, nem? Mondjuk, ha nem az oszlopot ütött. Engem nagyon nem szeret ez a pók. Majd kit szeret szerinted? Nem akartam így mondani, mert a zavar az egy kicsit határozottan. Gyere, Leon! Már lejött. Már nem kell bántani. Ha meghalt, akkor még táncol. Hogy ebben nézsz a bokorba, mert mondom, hát ha arra van, és pont ott nézelődött. Elsz a magyaráz kevéhet. Tudjuk, hogy működik. Dark side boostom volt. Az. Egy Veterli dedája volt, meg egy uppercut perje. Meg akkor éppen kiszedhetett volna, elég lazán. Lehet pont nem rád nézett. Meg ott szaladgáltam, lehet engem rám akar lőni. Nem tudom, én elég értetően voltam, azt nem mondom. Ezek meg ott a földön pont, szemben a kapuval. Lehet arra vált, hogy szedjük a pókot, aztán majd jön felszedni a társát. Nem tudom, mire várt, de... Most már mag csak másik meccsre. Vacsorosok vajon jönnek-e ide? Ott van a kiárat mellettük. Lehet, hogy nem. Hát én... Nem jönnék, bár mondjuk kérdés, hát lehet, hogy megéri amúgy. Hát mi sokszor szoktunk. Amúgy már megvan az egyik bounty, megyünk a másikra is. Ammót láttatok valahol? Hát figyelj. Még az mennyit volt? Ott is van, a túloldalban meg ott van supply. Majdnem jól tegeltem. Biztos erre is. Mennyi supply? Hát szuplin biztos van, igen, itt is nyitva van már kétszer. Mondom, para is meg én is kiszedtük. Mm. Igen, hát igen, kétszer lehet. De ott a szuplin állott még van csomó. Csak nagyon hiányzik. Roasted salmon. Na, az jó. Hát azzal nem lesz mond, ilyeneket teszünk rá. Ide lent is voltam, hogy valahol ambon, hogy emlékszel, de már nem
Ó, oh. Tényleg van egy alsó szint is, itt van akkor. Oh. Arra meg is feledkeztem, hogy ennek van egy ilyen kis pincéje. Renato már meg is megkezdett a Dark Side Boost-on. Nem volt hozzá szerencséje, az, hogy mennyire ismerkedett, az letőlöm. Hát, hol az ammo? Ja, itt van. Itt a lépcső, hogy ott is. Jó, megvan. Hozok egy bombit. Itt is van kint amúgy egy rifiam. És... egyelőre várnak a bacsörösök. Nem veszed fel, Renato? Hát, jó. Körülöttünk pedig nincs senki. Tudod, nekem alapból van VH, nekem mindig. Ja, jó. Értem, értem. Arra egyből elő az összeset, nem tudom, valahogy. Ja. Nem sokáig tart nála. Lehet, mert konzolos és rárántja az aim hack. Aim assist. Ja. Menjünk ki akkor. NV fele. Hát nem tudom, a többiek még ott Healing Waters-be nyomják. Nagyon arra idősz. Gyanús vagy te nekem, para. Nem, csak levitettem a Grantot. Akkor menjünk ki MV-nél. Vészak nyugodtra. Most tűnik így legközelebb. Nem volt senki amúgy közel. Nem. Hát legyen meglepetés, nem? Ja. Ugye viccesebb. Az olyan, amikor levárnak minket és lelőnek. Az a kedvencem. Warzone-ba is ez a kempelés. Jó, hát mondjuk lehet, hogy én is több meccset nyernék, ha kempelnék. Mármint nyernék meccseket, hogyha kempelnék. Így a pontos. Van egy pisztoly párom, és nem félek használni. 34 golyó van így most a tárba. Plusz még 36 a... mi ez már? Táron kívül ugye, kis reserve van múl. Annyi már elég lesz kijutni, hogyha így marad. Nincs körülöttünk senki. Tudod, azt bírom, hogy ugye három kijárat van. Aztán azt csinálja az egyik spot, hogy mint három kijárat, az áll egy-egy ember. Hogyha jobban tudnak lelőni. Ha jobban tudnak lelőni, akkor esetleg megérik. Arra nem rontottál sokat rajtunk. Ja. Még nem is segítettél, de... Az igény. Igen, te lőttél le még hármat, mi? Nem. Kettő. De az elsőben először Renato lőtt, aztán én meg befejeztem. Egyszer előttünk. Hát belőttem. Ja. Hát kását, ennyi. Hát, igen. Vagy lehet Renato mellé lőttél meg fejbe? Nem tudom. Aha. Nem, ott volt az X. Meg is tudom mutatni. Akkor a szinkronizált lövés. Á, nincs videó, nem hiszük el. Ó. Oh. Na,
Elvileg 11-es szintű vagyok, itt írja nekem. Jelentsen ez bármit is. Vagy 10-es? Jajjá. Nem, 11-es. Jó mondom. Jó, most már, hogyha meghal, akkor meghal. Úgyhogy lehet, hogy ilyen, érdemes nyugdíjba küldeni. Én is most már Glinnát nyugdíjba küldöm. Kerek 25-ös lett. Már szép kors. Az már szép. Jó, elküldtem nyugdíjba. És akkor erre tudok rakni az újra, aha. Jó, értem. Uh-huh. Jó, hát majd kattingatom. Jó, részemről mehet még egy. Viszont csak egy, mert utána meg nekem mennem kell lassan. Úgyhogy egy utolsó win még. Még pont belefér. Ugye az azon... utolsó, ne halljunk meg. Hát igen. Ugye ez a... Azt nem mondjuk, hogy a... Hogy na még egy win és akkor ennyi, mert akkor... Az ilyen... Volt már ilyen... hozzá szerencsénk. Ilyen eljinxelése a dolgoknak. Volt újra, igen, hogy mondtuk, hogy addig nem fekszünk le, amíg nem nyerünk egyet. Utána nyertünk egyet, és addig nem feküdtünk le, amíg nem veszítettünk egyet. Az igen. 5 óra van. Nem két meccs volt, gondolom. Nem kettő. Ugye nem voltam ott, remélem. Hát, akkor nem. Úgy már keresgéltem ilyen puzzle gémeket. Ilyen hasonlót, mint a Superliminál. Hát ahhoz hasonló annyira. Tessék? Ahhoz hasonló annyira nem láttam még. Hát úgy értve, hogy ilyen puzzle gém. Tehát no, olyan... Szerintem a Stanley Parable. Esetleg azt, a Turing tesztet néztem. Azt szerintem meg is, jövő héten meg is nézzük. Meg a Observation. Hirtelen így ezeket találtam. A Stanley Parable az tényleg amúgy már ugye annyi, hogy vagy te, Stanley, meg van a narrátor, aztán ugye a játszani. Kicsit akadtál. Ja, hát csodálkozom, hogy nem logoltam ki. Nem tudom, én hallottam, hogy végig. Mondjuk az lehet, hogy akkor lehet, én voltam. Lehet, az nem az internet hibája, hanem az enyém. Az is lehet. Szóval mi van a Stanley Parable-el? Mondd még egyszer. Hát, hogy ugye vagy te és a narrátorod. A narrátor mondja, hogy mit kéne csinálni, csak nem muszáj követni. Ah, értem. Kb. Erre építeni. Hoppá! Most nézem, hogy nincs staminám. És jön egy második immunátor is.
Ahogy tanítottátok. A kutyákat fel kell gyújtani. Így van. Na, mikor vesz már nézve? Ezért már leütöttem, úgyhogy nem lesz jó. Ja, meg ezeket is mélével ki tudod ütni. Ha úgy adódna. Na, Csabi kedvenc helyed. Itt van Bobrosz, nem tudom, láttad-e, Renato? Mit? Már láttalattunk már a tetszár, de nem. Ja, azt láttam streambe. Részlet aztán. Oké. És easter egg. Viszont itt a közelbe lövöldöztek. Káes. Még nem voltak ezen a klón. Annyira csak nem. Közelben voltak. Ó, itt volt az, amikor morgott a klón. De miért? Kettő az egyik a tetőn, a másik meg itt lent. Szóval menni kell. Van itt rendik. Jön itt egy drótos. Kicsit vérzel. Semmi. Így van. Jól látom, hogy ott egy immunátor. Ez is érdekes, hogy két különböző helyről lövöldöznek. Az egyik még lehet, hogy a pacsőr, de a másik az... Láttam el. Hoppá. Hát az megszala. Hát, előfordul. Vissza is sem. Ne, semmi ilyesmi. Na visszakaptam. Ja igen, visszakaptad? Észre se vettem. Így másra. Akkor megkésel az immolátor. Megkéselt az immolátort, már látta, hogy mi a sorsa. Valahogy ő nem jegyezte meg ilyen könnyen, hogy felszakítja a bőrét. De még nem szaladtál neki késsel egyiknek se. Márk vagy 5-6-szor már neki ment. Parra meg minden egyes alkalom után, arra neki egy kockost. Hát, hogy jobban tanul. Mondjuk most van nálam kés elvileg. Nem, nincs. Kockos. Pedig. Ex-partner, nincs. Pedig jól tud jönni. Melyik hunterök ellen is akár. Hogyha így bent kempelnek valahol rászaladsz. Egy szukrásból halni szoktuk, ugye? Azt ütögetheted egy ideig? Hát igen, most néztem, jaj. Gyere ránk ki az ajtót. Bár nem így kellett volna. Semmi egy. Viszont töltek ki. Mi ez a poison bomb? Vigyázz! Vigyázz! Mi? Ja, följött ez a... Igen. A poison ölt enemire megy. Tehát, hogyha bármibe mérni ez, akkor rá megy. Akár hype, akár a pióca, akár enemy hunter. Viszont ez a poison bomb, ez érdekes, mert mindig. Meg az a lövöldözés.
idegeskedik. Itt vannak már a közelbe. Itt jönnek lent. Itt a fajra. A... Aha. Az egyik. Másik közelbe az már jön be felül. Látom. Egyiket se. Hát elvileg itt van még a fa mögött. Egy, bent van. Egyik kapta is. Valaki szart rajolám. Lőröm. Igen, lőnek. Innen én megyek. Nem próbálok itt át. Nyitni. Ott vigyázzon. Lágyításon. Miért nem lőttem? Nem volt betöltve. Lehet, nem volt betöltve. Jaj, gyere. Gyere meg gránát. Hűha. Gránát. Gyorsan olvasd el magad. Akkor lehetne az ablakba állj. Gyere gyorsan. Basszus. Másik is itt van már. Még csak bombot, nem tudom minek dobtak be. Nem interakt. Nem tudom bezárni az ajtót, annyira jó játék. Lámpát. Kapcsolgass a lefel. Köhögnek eléggé. Csókbomba lennének oda, nem tudom. Aha, itt van a lefel. Hal. Egy elszaladt kint. Ah, para. Vissza kéne deszkálni az ajtót. Itt van fönt. Amit kinyitottam itt... ettek. Aha, kaptam is, ott van a átjáróba. Visszadeszkáztam az ajtót. Már törj is az ajtót. Kinyitom. Jövök. Jó, szép, szép, szép. Fenti még nem halt. Kapta? Kapta a fenti? Itt pont, jó. Ugyan, halt. Oh, nice, nice. Ez három volt? Három volt. Jó. Meg ne csípje! Meg ne csípje! Hm. Úgy bezártam az ajtót. Semmi hílem nincs. Nézem, hogy van-e valahol. Igen, first aid is fontos hozni minden meccsre. Azt sem mondtuk. Nem árt, ha van. Például én most el first aid-eltem, de ugye, hogy visszalootolom. Vagy hát ugye, hogy lootolom a Hunter-t, visszakapom. Mhm. Mondjuk egy volt, csak... Hát jó, hát... Hát igazából itt vannak alattunk két szuplist, úgyis arra tartunk. Tehát szerintem majd megnézzük. Na, mert menjünk akkor, vagy... Fele. Aha, induljon meg szerintem. Jó, ja, mert már benni sem. Majd ott szállt szíjat. Lesz. Lesz szambó is. Mondjuk az volt itt is, de... Erre is itt. Miért? Lesz.
Ugye az értelemszerű, hogyha jobban kerülünk, nem? Ja jó, szupni. Az eljöttünk most első sorba. Egyet én is. Jár, mennyit van a kis dobozka. Úgy látszik, ammó nem nagyon kellett nekik. Nem, nekem se kell igazából. Semmi. Most. Nekem csak a pisztoly van. Már hát, hogy megint lesz ott a toronynál, mi? Lehet. Támadni még mindig nem a legjobb ez. Azt a helyet. Ja. Védeni. Én is jobban szeretem. Jó, nem látok senkit védésű. A torony tetején. Csiga lépcső. Hát akinek van esze nem megy fel oda. Hoppá, sikeres védésünk volt itt. Nem úgy, mint progon. Még a sikeres védés az fontos. Az egyik legfontosabb. Na, akkor mi a cél? Szaladunk? Rájuk. Látod? Ez a tervem. Nem, nem a cél, nem. Mi a cél? Ja, mi a cél? Ja, adjál. Azóta se tudom. Itt van a bounty, de Hunter is van itt halva. Van viszont egy nem halott is, ahogy látom. Itt van halva. Azzal nincs baj, halott Hunter a legjobb Hunter. Valaki itt van a végében. Egy immolátoron kívül. Valaki meg itt. Nem itt, csak nem lehet eltegelni a ruhadarab között. Le is öltek itt. Itt volt valaki. Ahol leszettek. Egy bent mögötte volt. Mögé a tüzetre. Rá. Bejárat, ne? Kapja. Kapja hal. Szép, szép, szép. Fű, nem sokon múl. Nem. 10 HP-n maradt köbö. Jönnek. Szétnézek. Egy van 180-nál és annyi. Igen? Aha. Jó, még nyomok egy first aid-et, lootolok aztán. Próbálj egy kicsit távolabb maradni. Köszi. A Renato. Ja, ezt látni ott van egy picit távolabb. Ja, már el is nyomtam a Dark Side boostot. Igen, azért nem szeretem adani neked. Nem baj, nekem még van egy másodperc. Adni kéne. Halt. Jó, nice, nice. Na, menjünk? Az egyet láttam. Oké, senki. Akkor kifele. Jó, ja, North East. North West. West, bocsánat. Ló, te vagy para? Nem, Renato volt. Ja? Az is jó. Még ott belefér. Ki lövöldözött? Én. Ja, jó. Férkéken bosszút álltam. Ugye volt el, de mi? Erre nincs senki. Még nincs. Mindjárt körülbe se nézek. Nincs senki. Maradsz? Senki. Sehol senki. Hm.
még mindig. De, itt egy grunt. Láttam, nem? Kapom a tockost, ajaj! Nincsen senki mindig. Na. Ez is meg volt. De hogy fog befejezőnek, igaz? Hát ja, amúgy. Ja. Pont ötre végeztünk. Oh, pont ennyit ennyit terveztem amúgy. Oh. Utolsó három az vin. Négy? Három? Vagy csak három? Nagyon mentek. Hát szerintem három. Ja. Hát jó game amúgy. Jó, el lehet vele hülyéskedni meg. Hát nyilván lehet komolyan is, de jó amúgy. Hülyéskedni fölle. Hát jó. Nekünk van a rész. Ja. Így van. Na, hát... Srácok, én köszönöm, hogy jöttetek, hogy játszottunk egyet. Aztán, hát nyomjuk még szerintem, majd meglátjuk. Megvetted? Hát ja. Mondjuk akciós volt. Vele inkább úgy mondom. Tudod, akciós volt. Úgyhogy egyébként belefér. Most láthatod ott játékon belül, hogy ugye eléggé elvesztetted az életet, a csankokat. Uh-huh. És azokat vissza lehet venni upgrade pontokból. Miből alapból a trade-eket vennéd. Ja. Értem. A nagy plusz, a nagy chunk, kis plusz meg a kis chunk. És így el tudod oszlatni, hogy veszel például négy kis chunkot, vagy egy nagyot, egy kicsit. Hát ilyesmi. Én a nagy-nagy kicsit szeretem. Értem. Jó, hát kell lesz még nézegetni majd, mert sok dolog van még itt, amit lehet kattingatni, meg állítgatni. Meg store-ba meg tudod nézni a fegyvereket, ugye lehet inspektelni 3D view-val. És hogyha kifelé zoomolsz, akkor hallod, hogy milyen távból mennyire hallatszódik a lövés. Ja. Az is hasznos. Jó. Egészen 1000 méterig, ami a pályának a vége. Aha. Az ég el lehet hallani. Szuper. Oké, és na, tényleg még egyszer köszi srácok, hogy jöttetek. Nyomjuk majd még. Rendben. Oké, és na. Hello, sziasztok. Hello. Na hát, srácok, nektek is köszönöm, hogy itt voltatok ma. Hát, múgy nagyjából ennyi fért bele. Jó ez a játék, el lehet vele hülyéskedni. Igazából mondom, én heteket nem töltenék azért vele, de tényleg el lehet így ilyen lazítás jelleggel el lehet vele tölteni az időt. Szerintem jó. Tök jó egyébként. Oké, és na. Akkor már ennyit gondoltam. Ismét nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a követéseket, csíreket, donéteket, szubokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztetek. Legközelebb kedden találkozunk, így van, folytatjuk a Witcher-t, és a héten nyilván majd lesz programozás stream, meg játék stream, nagyjából a szokásos menetrend szerint. Jó? Egyébként a aktuális menetrendet kedden délelőttönként írom majd ki, és akkor Discordon ezt meg tudjátok nézni. Oké, és na, akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én további, kívánok nektek további kellemes délutánt, kellemes hétvégét. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!